Na, elvileg most indult el. Na, most már jónak kéne elvileg lennie. Igen, én is az Nézzük. F5-öt nyomkodom. Á, még kell egy 20 másodperc, legalább fél Aha! perc. Működik. Működik, Na, látom. hát itt valami YouTube-os Bocsi, cucc gyerekek, volt. a YouTube mocsokoskodott, de vége a hibának, úgyhogy jöhet a live. Jaja, valamit nem tudom, de érdekes egyébként, hogy, hogy elmegy. Igazából megcsinálom az élő eseményt, és valamiért nem tudom, elromlik. De az a durva, hogy visszanéztem a videót, és amúgy tök jó, tehát igazából nem értem. Na mindegy, hát nem baj, új eseményt kéne csinálni, ez kész. Post kész. Így bizony. Azt ugye, hello, dobtam egy hüvelykujjat a live-ra. Na, Nem köszönöm fájt? szépen. Ja, egy kicsit késtünk, tényleg elnézést kacok, Vágj, de gyerekek. technikai problémák voltak, úgyhogy hát nem tudom, hogy hogyan romolhat el egy élő esemény, ugye, amit ugye előre meg kell csinálni, hogy de nem is értem, mert nem nyúltam hozzá meg semmi. Hát mindegy, ez előfordul valami itt, nem? Vagy csak itt rossz szerverhez csatlakozott. Miért tudom én? Valami. Na, király, az a lényeg, hogy működik. Lehetne hangosabb mikrofonnak a hangját, már szerintem egy elég hangos. Haló, haló, sziasztok! Halli, halli! Na. Nézzük itt a beállításokat. Hát most beállítások nézem, annyira nem Mi nézem. szaggat? Ha nincs, ami szaggasson, egy csík mozog, csak jobbra-balra, vagy erre Jaja. kettő. Hát de hát végül szaggathat, hogyha valakinek nincs jó nete, akkor itt is szaggat, ugye már azért van mozgás. Ja. Special. Na, csak mindjárt bekapcsolom a cuccot. Mutasd meg nekik az overlay-t. Jaja. Bevágoltja, valami olyasmi lehetett egyébként. Na jó van, szerintem beköszönök. Aztán javáltak a kapcsolok kamerát. Előbb És ezt kamera. nézzétek, milyen overlay-t csinált nekem, ez megőrültek. Ha két lézerkad, ott van Vader, meg ott alácsillag is, úgyhogy lesz itt mindenféle földi, jó? Meg beállítom, hogy mindig így elmászik most, jó? Na akkor, üdvözlünk mindenkit! Sziasztok, ez itt a 107. THC Live, ahol az új Battlefrontos DLC-t fogom nektek megmutatni, ami nem más, mint a Dexter, a Death Star, ugye a halálcsillag, aki itt van velem teljesen izi, üdvözöllek! Halihó! Nye! Ja, úgyhogy ő lesz ott a cseten, meg láttam ott Darelt is, úgyhogy őt is külön köszöntjük, Fióka! aki szintén ott van a cseten. Van, hát én meg kicsit beállítom itt a laptopot, mert igen, ugye még mindig nincsen második monitorom, de most már talán hét vége fele most már lesz valami info, hogy mikor jön vissza, most már reméljük, hogy legkésőbb jövő héten már nálam lesz. És végre. Igen, elnézést kérünk a kis technikai problémákért. Valamit nem volt jó az élő eseménnyel. Egy új eseményt kellett csinálnom itt YouTube-on. És most már teljesen jól működik. Úgyhogy én egyébként ezt már privátté is tettem, ti ezt már nem fogjátok látni, úgyhogy de legalább meg tudtuk oldani, ez a lényeg. Úgyhogy üdvözlök mindenkit. Sziasztok, jó szórakozást kívánok. Hát, hogy meddig toljuk? Én azt mondom, hogy olyan két és fél órás live-ra számíthattok. Meglátjuk, hogy tényleg mennyi időt fog ez igénybe venni ez a kis DLC. Én meg közben indítom a játékot. Kicsit leveszük a hangot, mert mindig kicsit hangos a játék. Kicsit most így fogok beszélni magáról az update-ről, amikor majd betölt a játék ott a menübe. Aztán nézzük. Igen, azért tölt be hamar, mert most már előbb voltam fönn. Jó, szóval audio. Hát 30-ra vegyük rá 20-ra, mert szerintem, hogy még lehet, hogy is kicsit hangos lesz. De most már legalább működik. Jó látni, hogy nem csak nekem akar ilyen kis képernyőn indulni, azt neki rakja magát nagy Jaj, hangon. hát ez valamikor így indul, valamikor úgy. Érdekes a dolog. Na, gyerekek, amit még... Várj, jól látom, hogy van két csík. A csík alá van.
Milyen csíkot látsz? Te nem látsz csíkot jobb és bal oldalt? Akkor, jaj, Nem. csak az izém, aha. Jó, csak az izém, csak a laptopon látom, mert ott variáltam a nagyítást a Chrome-ba. Szóval gyerekek, amit érdemes tudni erről a DLC-ről, hogy szerintem a legjobban vár DLC a Battlefronthoz, amit az emberek legjobban vártak, ugye a halálcsillag, ami a harmadik, a negyedik, illetve az ötödik Star Wars, bocsánat, nem, a negyedik Star Wars résznek volt a, hogy is mondjam, ilyen ikonikus darabja. Igen, ugye már a három végén, ugye ott már látszik, hogy építik, de igazából a négyben van ugye rajta, és ugye a négynek a végén semmisítik meg a halálcsillagot. Egyébként van is egy ilyen küldi meg ugye feladat itt majd a multiban, amit meg fogok nektek mutatni, ugye, hogy a halálcsillagot kell megsemmisíteni. Az update az elég érdekes, mert az eddig legnagyobb, mert valami majdnem 7 gigát töltött le. És nézzük akkor, hogy mit tartalmaz. Igen, itt a diorámában is vannak úgy cuccok, minket azon nem érdekel. Az a lényeg, ide bemegyünk ide a jobbához, mert azt mondja, hogy de ezt szerintem is már megnéztétek, de mindegy, tartalmaz két új fegyvert. Az egyik egy K16 Brier pisztoly, a másik pedig egy TL-50 Heavy, micsoda, Repeater. Igen, ezeket nem most fogom megszerezni valószínű, mert ezeket ki kell farmolni, amint látjátok, meg kell csinálni a bizonyos küldetéseket, úgyhogy most maradjunk annyiban, hogy most régi fegyverekkel fogok játszani, bespines fegyokkal, amiket pont most csináltam meg nem még, de a szemti azt még nem láttátok. Szóval legyen az, és ezt a kettőt, amikor kifarmoltam, meg az új cuccokat, akkor majd megint lesz Battlefront Live, szóval tudom, jövő héten akkor megint majd beiktatunk egyet, és akkor megmutatom nektek ezeket a dolgokat. Tehát ugye jött egy kis pisztoly, ugye jött egy ilyen heavy blaster, mondhatjuk így. Jött ugye két darab ilyen kis kártya, az egyik nem más, mint egy lézer tripmine. Gondolom ez ilyen, leteszed lézer, ugye átmegy alatta valaki, és akkor meghal, valami ilyesmire gondolok. Illetve van ez a medical droid, ami azt írja, hogy a közelébű lévő embereket híleli. Valami ilyesmi, ugye leteszed és akkor healeli az embereket, de én ahogy néztem a videóba, pluszt is rátesz, mert valami 100 HP-n fölül, valami 15 HP-t is rátölt. Nem tudom, nem tudtam még kipróbálni. Mondom, ez a négy cucc van, amit most tényleg ki fogok farmolni, és a következő Battlefront Live-on jövő héten meg is mutatom nektek, mert nagyon kíváncsi vagyok ezekre a fegyverekre. Aztán jött ugye, jöttek új kinézetek is. Meg is mutatom nektek, itt van egy olyan különös store, és van egy olyan log, és ugye amik le vannak zárva. Igen, nagyon fontos, hogy 70 szintről 90 szintre rakták, ugye, most annyi a maxos szint, most már nem 70, hanem 90. És itt ugye vannak ezek a szint, ugye ez 65-ös szintnél nyílik meg, ez 85-nél. Ez 75-nél, az mindjárt egyébként itt van, mondjuk nem a 62-esök, de mindegy. Ugye 70-es szintnél, de ez már a bespinesben is benne volt, és ezt nézzétek, 90-es szinten. Van egy olyan, hogy Imperial Officer, ez valami kegyetlen jól néz ki, csak 90-es szint kell hozzá, úgyhogy ez majd később lesz. Ugye itt 80-as szinten van még ez a Dead Star Trooper, és igazából ennyi, tehát nagyon jó, nagyon jó. Rebelné meg nincs. Ja, igen, ugye most így külön lehet állítani, kicsit ezt is megváltoztatták egyébként. Aztán mi jött még? Ja igen, jött két új hős, ugye az egyik a Chewbacca, a másik pedig az a gyík, mit tudom én már mi a neve, ami elvileg a filmben nem volt benne, csak a mesébe. Na mindegy, egyébként ma este amikkel fogok menni fegyver, az nem más, mint az EE4, ami a bespines DLC-vel jött, de ti még nem láttátok, ugye ezeket is ki kellett farmolnom, illetve az X8 Night Sniper, ami nem más, mint a Lando Calrissiannak a fegyvere. Én inkább ezt a Night-ot használom, bár ez az EE4 se rossz, nagyon jó mint a kettő egyébként. Úgyhogy ezeket fogom szerintem használni. Miért még igazából, itt egyébként rámegyünk a multiplayerre, rámegyünk ezzel, és itt van a select mód. Hát egyébként kicsit csalódott vagyok, mert nézzétek meg hány mód van. Fighter Squadron, Battle Station és Blast. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem rossz. Igazából ez az update inkább kicsit erőlteti ezt a légi harcokat, hogy menjél ezekkel a repülőkkel, és akkor úgy öldököl, stb. Majd meglátjátok, hogy a Battle Station az nem olyan rossz ötlet, hogy itt ugye az a lényeg, hogy egy csillagrombolót kell ugye kiszedniük a lázadóknak, és ugye egyértelműen ugye a birodalmiaknak ezt meg kell akadályozniuk. Fighter Squadron az ugyanúgy ugye ilyen, hogy is mondjam, kill alapján megy, aki többet öl, az nyer.
A Blast meg ugye azt tudjuk azt, hogy TDM kész, tehát ez Team Deathmatch, és mész is ölsz. Úgyhogy gyerekek, én egy kicsit csalódott, én kicsit többet vártam még két a Death Star-tól, hogy még lesznek plusz módok, bárki tudja, lehet, hogy még raknak bele, meglátjuk. Úgyhogy, gyerekek, szerintem akkor zuhanjunk is neki, és még egyszer mondom, a fegyvereket, meg a kártyákat, azt majd egy külön live-ban jövő héten bemutatom, akkor is Death Star-ral fogok szerintem foglalkozni. Na de most nézzük először is a pályákat, illetve magát, ezt egy hova fog minket bedobni. De várjál, akkor ez a Droid Run-os új pálya, akkor elméletileg itt fogjuk először látni a Mármint? Csapakát? Nem tudom melyiken van, nem tudom. Na, Blast, ja, Battle Station, hoppá. Igen, gyerekek, ja igen, és köszönöm Izének az overlay-t, amit csinált a kamerámhoz. Valami zseniális egyébként, ott van Darth Vader is, meg a halálcsillag is. Úgyhogy gyerekek. Ja igen, Izi, nézd meg, hogy mi. Hoppá, Battle Station, váratok? Aha, most ez ilyen gyalogbékás, nem gyalogbékás, csak a képen, csak a képről ittem azt. Mert az a lényeg, hogy nekünk itt most el kell pusztítanunk egy csillagrombolót, amit láthattok, különböző ilyen generátorait kell bizonyos időközönként lőni. Amit látjátok, most azt írja, hogy Atak, ugye most pont támadhatjuk, én meg pont nem fogok odaérni. Pont nem fogok odaérni. Na megvan, nem baj, kilőttek, de megvan. Ugye azért, hogy van generátor, és utána pedig, ha jól emlékszem, akkor azt a fönti ilyen, úgy is mondják, irányító központját kell lőni, és megsemmisíteni, nem tudom, meg még egyszer játszottam, de akkor is kikaptunk, tehát túlélte a csillagromboló. Meglátjuk, gyerekek, meglátjuk, hogy egyébként nem rossz ez az űr, tehát gyönyörű, nézzétek meg, maga ez az űr. Nagyon jó, csak én ugye mindig az írfentris emberke voltam, írfantris, akkor mondjuk így, megint kiszedtek. Szóval én nem nagyon szerettem ezeket a járműveket, én mindig szerettem úgy, hogy akkor megyünk, és akkor fegyó ellen, ugye BF-be is, ezért van sokszor rage, mert ugye jönnek a tankkal, kijönnek, stb. Nem, én mindig is inkább ez a írfent is voltam, ezért nem jön be. Nem azt mondom, hogy nem rossz, vagy tök nagy élmény itt menni, és akkor űrbe harcolni végre, csak nem tudom, kicsit többet vártam mondjuk ettől a CT, ha már az ember megvette hozzá ugye a Season Pass-t. Ami azért nem kevés bíz. Aha. Igen, és ugye most lehet mindjárt lőni megint a generátorokat, ez nagyon fontos. Anyukát, hogy van? Megint kilőttek. Igen, vannak nagyon jó playerek ezekbe a repülő cuccokba, akik igen, kiszednek elég durván. Nem baj, most úgy, ahogy tudunk menni. Meglátjuk. Most azt a lenti cuccát kell lőnünk. Amihez már megyünk is. Kicsit olyan feelingje van, mint a... Most nem tudom, most ezt kell lőni. Vagy miért kell? Igen, ezt kell lőni, ezt a kis pattanását, öcsém. Jó van. Belemegy minden az asztalra, hogy ujj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 j
szerintem. Jó, hogy nem rossz, tényleg izgalmas, csak lehetne benne több ilyen, mondjuk Valkyrosszót, mondjuk az a baj, azt nem lehet, mert a halálcsillag van, ahogy felszínén, vagy ahogy... Nem jó lehetne. Meglátjuk, gyerekek! Hát igen, nem vagyok az a nagy repülős, ezt láthatjátok. Meglássuk. De tetszik, egy annyira jó néz ki, nézd, gyönyörű egyébként. Hát az biztos. Ugye itt az a lényeg, hogy azt írja most, hogy take out the Imperial Fighters, hogy most ki kell szednünk bizonyos, mi az mondjátok már, Imperial gépeket, és amint kiszedjük azt a hány darab van, ott 10 darabot, ha jól számolom, akkor nyílik meg számunkra, hogy tudjuk, hoppá, ezt kiszedtem, akkor nyílik meg számunkra, hogy tudjuk lőni a generátort, és ugye ez időre megy, tehát mondjuk ezt már buktuk, mert fél percünk van, és még ki kéne lőni a fő izét is. Bázistus, és sajnos ez GG így. Nem baj, legalább bemelegítésnek annyira azért nem volt rossz. Megvan még egy. Most már kezdek azért belejönni. Jó van. Ja, úgyhogy ennyi, ezt buktuk, de nem baj. Hát ezért sokkal jobb csapatot nézzétek meg. Igen, látjátok font azt a középső ilyen cuccot, na most azt kéne kiszednünk. Belegyek a so close, hát végül is azért. Azt kéne kiszednünk, de már nem fogjuk tudni, mert
mire odaérünk, az már annak sajnos rip. Főleg, hogy még rakutat tudtam kölni. Nem baj, egyébként biztos lesz még ilyen kör, ahol remélem be tudom nektek mutatni. Sőt, van is egy ilyen objektív az egyik fegyvernél, jól emlékszem, hogy azt hiszem nyerni kell egy ilyen Battle Station-t, ha jól emlékszem. Igen, hát és kacok a Star Wars-t, szeretem, nagyon szeretem. Régen nem ápoltam vele szoros kapcsolatot, de tavaly, amikor most jött a film meg a játék, akkor már elkezdtem megnézni a filmeket, és beléjük szerettem, nagyon jók. Ugye előről elkezdtem ugye az 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot. Meg ugye most volt, amikor az új. Úgyhogy igen. Na gyerekek. Hát igen, azért látszik, hogy itt azért nem, mert itt azért nem kapsz annyi pontot, itt nem lehet annyira fregelni. Na nézzük. Azt a képet, remélem a tegnap is látszol, nem fogsz összefutni. Jaj, igen. Arra a képre. Na gyerekek, most ugyan ez lesz. Igen, emlékszem. Ugyanez lesz, csak imperiál oldalon. Tehát most meg kell védenünk a csillagrombolót. Igen, ugye itt most mindegy, mit tehetek, mert úgyis gépbe leszek, akkor nyomjuk rá, hogy start, ugye itt lényegtelen. De egyébként brutál jól néz ki, tényleg ez a csillagromboló, maga ugye ez az aszteroida mező, vagy gyűrű, igen gyűrű, inkább azt mondom, hogy gyűrű, amit látjátok itt mező. Ilyen gyűrűben van. Igen, de ugye ott lehet látni, hogy a bolygó körüli gyűrűben vannak ezek az aszteroidák. Itt tudom, hát ilyen gyűrűvel kell megkérni az asszony kezét, hát azt hiszem nem mondaná a nemet. Jaja, úgyhogy. Igen, ugye erről szól a Battle Station, ugye egy csillagrombolót kell megsemmisítenünk. Mi az már a Fighter Squadon, az úgy tudom, hogy a halálcsillagnak a felszínén kell ott lövöldözni, de abban semmi nincs, tehát csak simán lövöldözünk. Aztán meg a Blast. De az a durva gyerekek, hogy már nem tudom mióta játszok a játékkal, és még nem mentem Irfentrivel, tehát hogy nem mentem olyan pályán, ahol gyalogság, tehát ez most nagyon ilyen repülő szimpatika. Jól néz ki ez a csillagromboló. Na nézzük. Csetet meg kikapcsolom, mert már itt írogatnak. Hát ez meg milyen izé szerzemény volt, láttátok? Na figyeljetek, most én vagyok itt Darth Vader és... megvan, nagyon jó. Aha, csak úgy szeretném látni, hogy a csillagromboló megsemmisül. Nem lenne rossz, ne. Tudjátok, ki szedett ki? Hát a Han Solo. Ugye a Millennium Falconnal. Hát milyen grafikán tudom, gyerekek, maxon van, hát... Ezt kérdezni nem kell szerintem. És azt hiszem, hogy le van vészinkelve 60-ra, úgyhogy mármint ugye le van vészinkelve, ugye a 60 FPS-re nincs több, nem is kell több egyébként. Na jó, és most kéne megvédenünk a generátorokat. Amit már megyünk is védünk, mert ezek itt már lövik. Jó, az lezuhant. Hol vagytok, mocskos lázadok? Nagyon jó, meg is vagyunk. Na. Én mit vagyok a gép alatt, mindjárt elhányom magam, mert feje lefele vagyok. Mi a... Ez belement a csávó! Belement a csávó. Na eddig, eddig jól tartjuk magunkat. Ahogy nézem. És ugye tényleg az a lényeg, hogy 10 darab ilyen... T-fightert kell kiszerni, és akkor tudják utána lőni a generátorokat. Ugye ez a feltétele, hogy tudják sebezni. Gondolom ez azért van ugye, hogy most mit tudom, jelképezik azt, hogy kiszednek 10-et, és akkor ugye meggyengül a védelem idézőjelbe, és akkor lehet akkor kiszedni a dolgokat. Engem meg nagyon lőnek itten. Ne szórakozz, hogy pajzs van rajta, az túléli. Gyere ide! Te hajléktalan, te! Megvan, ez az! De tényleg nagyon jó, tehát... Mondom, én nem volok az a nagy repülős, de ez tetszik. Viszont tényleg lehetne több ilyen Irfentri pálya. Ha már halálcsillag, ugye? De szedem az embereket. Igen, mert itt az a lényeg, itt azért könnyebb az Imperiában, ugye itt mindenki az objektívre figyel a Rebel oldalon.
Addig meg én szépen kiszedem, ezek rám jön! Rám jön, mint GameZone-ra, a fósás. Na most kell megvédeni. Ott a Millennium Falcon, igen, az már lövi, igen, ott a Csubakká... Ne, nem az. De az a Millennium Falcon, aha. Jó, benyomta az izét, nem tudjuk lőni. Ez is benyomta a pajzsot, mindenki benyomja a pajzsot, nagyon jó. Ott izé kapjuk el a Csubakkát, nem hozta vissza izé lemezeimet. Lőjük szét. Nagyon szép! Ugye itt vannak ezek a generátorok. Titi-tü. Ja igen, lent is lehet lőni, húzzunk ide le az alá. Cuccalám itt lent, ezek itt lent ezé... ólálkodnak, mondtam én. Na gyere ide. Hova? Ott forog, mint golyafos a leveg, álljál már meg. Nem állj, egy HP-ja van, gyorsan. Megvan, hú. Na. Ó, és belém jött, azt túlélte, hallod? Kérdezik, hogy kérsz egy birodalmi gyroszt. Na, az jöhet. Az jöhet, az mindig jöhet, és megint viszket az orrom. Gyrosz. Ja, úgyhogy most már jó lenne nyerni egy ilyen Battle Station-t egyébként, nem lenne rossz. Mert tényleg az egyik fegyósz kell is meg, de amúgy remel oldalon lenne jó nyerni, mert tök jó lenne látni, hogy fölrobban vagy valami, de hát eddig ezt még sajnos nem. Mondjuk én már láttam a halálcsillagot fölrobbanni, amikor ugye van egy olyan pálya, hogy a halálcsillagot kell, nem. Igen, itt vannak ezek a darabok az űrbe, valaki itt izé kihaigálta a szemetet. Nem igaz, fene a pofáját, hogy itt szemetelnek. Most szólok én Anakinnak, hogy söpörjét össze ezeket, mert has lehet benne esni, azt a Magdalén itt is izé megmurdál. Azt akkor föl lesz jelentve a birodalmi oldal. Na figyelj. Júú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 ú
hát ez... Megyeget. Igen, a chatet most úgy, hogy próbálom olvasni, mert most laptopon nézem, kis laptopon, és nagyon kicsik a betűk. Azért próbálom. Hát amúgy ez meg lesz simán, mert meg lesz simán, de... Jó, megvan. Mi, beméri az Y-winget? Gyerekek, közben olvas itt csak. Jaja, csak hát gyerekek, itt nem lehet nézni, itt repülsz, itt a oldalra nézek, mindjárt belém jön Anakin. Ugye most belekerült az X-wingje is az Anakinnak az a... Mondjuk nem tudom mi a különbség a sima X-wing meg a között, mert úgy ugyanaz, csak abba van egy Anakin seglenyomat az ülésbe, tehát nem értem, hogy miért olyan különleges ez most Anakin évót. Lehet, hogy a forgalmiban az ő neve van. Na, az kiszed a izét. Csubakkal, Falconnal. Na, menjünk egy sima TIE Fighterrel, de amúgy ezt nem szeretem, jobb ez a másik. Ennek van fura az alakja. Mind nekem. Párárárá, mennyi űrszemét van. Most már tényleg fog szólni az izét Palpatine-nak is, hogy most már tegyél rendet, öcsém. Tele van szemet. Szedd össze a piszkokot! Te győzike mondta. Mondom majd a Palpatine-nak, hogy szedd össze a piszkokot. Megvan! Jó, azt elkapjuk ott. Na meneküljé, gyere ide. Te hajléktalan, te! Megvan, jó, bemért valaki, nagyon jó. Ó! 18-4, 12-0, halljátok, ez hogy? Érdekes. Na azt ott fönn elkapom, figyelj. Hát mi, ez bement oda alá, ez komoly? Az főrobbant, hallod, hát ezt nem hiszem el. Megölte valaki más. Ez az! Gyere vissza, te hajléktalan, de... Jaj! És más szedi ki. Hát komolyan mondom, most be fogom perelni itt a izét. Mónika sót. Ott a Millennium Falcon! Szedjük ki! Ne, benyomta a pajzsot! A kis szemét. Hol? Valaki itt kapál? Milyen hangja volt már? Hol van? Igen, néha oldalra döntöm a fejemet, mert... Azt hiszem, hogy úgy jobban látok, de mindegy. Azt mégse. Nem, már túl melegettem, hallod? Azt nem hiszem, mert ez a való életben is megesik. Sok futástól.
Nagyon jó, hogy tegyük egy asztalul, de ugye ezt még mi ültettük itt. Ez PVZ-be jövő lenne. Gyerekek, itt Neo rajtam vannak egyébként. Hú, gyerekek, szerintem nem, ahogy ezt is elbukjuk, hallod? Majzét lőhetik, azt a fő cuccot. Igen, 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 lehet manővereket, igen, azt látom, igen, csak mindig elfelejtem őket használni. Na jó, most kéne az, hogy elbújni előlük, mert ugye most az a lényeg, hogy ki kell szednünk megint 10-et, és megint lőhetik azt a cuccot, de ahhoz az kéne, hogy valahogy elbújni, vagy én nem tudom. Nem rájuk menni, de hát mondjuk akkor meg nem izgalmas a cuccos. Hú, azt hittem belemegyek abba a zironcsba. Csak mennyi... Mónika, só, ott van! Más meg kilövi, hát. Na figyelj, itt lemegyek. Így bemegyek mögé. Úgy, úgy. De ne már. Hú. Jaj, ne, nem lesz jó, nem lesz jó. Oké, megint izé jönnek az Y-wingek. És fél HP-je van a cuccnak. Igen, ezt jó lenne megnyerni. Gyorsan. Megvan. Próbáljuk, hogy aki ráfordul, azt lőni. Megvan. Ott a Millennium Falcon, ezt szét fogja lőni. Ó, kiszedtem valakit! Ne! 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 Pont elbuktuk. És fölrobbant, leesett. Áááá. Hát ezt buktuk, de... Mi van? Igen, hogy most gyerekek, buktuk a izét, és ilyenkor van az, hogy izé, védeni kell a droidot. Jaj, értem! Ha értem most már. Ja, értem. Izzy, tudod, leszették, és most van az a rész, amikor a R2D2-t kell itt izzy cuccolni. Na, tehát nem csak a levegőbe. Levegőbe? Tehát a légüles térben kell. Ja, nagyon jó, nagyon jó. Ez jó. Nem tudom, hogy tiszta belőle sörnyített a játékban. Kövesd, nem jön be. Jó, meg volt pedig kettő. Mert nem értettem, hogy ez a droidos mikor van, és most már értem, ahogy te ezért a Hero Pickup, most már értem, hogy mikor van, amikor lezon a csillag. A csillagromboló. Hoppa, mit hozzuk? Hozzuk ezt a békát. Bosk. Igen, ez az új hős egyébként. Hát... Time to hunt. Hát, figyelj, babám. Nem úgy nézze ki, mint életem asszonya. Mindegy. Atakolni kell a robotot, hallod? Megvan a robot. Ugye itt átudított kicsit meg kell lőnünk, hopp, achievement is. Kicsit meglők a átudít, és itt titút, és ugye akkor tudunk. Aha, igen, nekem meg, aha. Tök jó. Leautobazott a játék az achievement miatt. Nem baj, aha. Most meg kell védenünk. 8 percen át, gyerekek, meg kell védenünk. Igen, a kettes gombbal átváltok ilyen nézetre. Na, de most már értem, hogy mikor van ez a mód, mert néztem, hogy Blast van, de láttam egy live-ba, hogy itt ezért kell foglalni, és ugye nem tudtam, hogy akkor ez ilyenkor történik meg. Amikor ugye leszedik a... Ja most nem, guard, akkor nem. 7 perc, gyerekek, ezt le kéne hozni, főleg ezzel a kis gyíkkal vagyok. Gyík. Van egy gyíkom.
Sárga színű. Eddig is tudtuk szerintem. Vagy legalább sejtettük. És van röntgen, ilyen izélátása. Igen, most azért nem megyek előre, mert most objektív... De várj, extraction... Ezt most nem értem, most hogy van? Az oké, hogy így extraction point. Ezt most nem értem, amúgy ezt itt. Ó, Luki, ó, jaj. Húzás innen. Na most várjál, most az extraction point, az kinek a... Az ki miatt van? Vagy hogy van ez, gyerekek? Írja már le, mert nem játszottam még ilyen módot, be kell, hogy valljam. Ja, nem OP kicsit a gyíkcsávó? Hát szerintem mindegyik fős OP, hogyha jól játszanak vele. Igen. Ó, ne! Itt a csubi! Leszedett! Hallod? Ez kegyetlen OP ez a csubi. Azt a mindeni. De várj, most nem értem most, hogy van ez. Nem szerintem most védeni kell a izét. Artut. Mi a... Manó? Meghalok. Hajj, láttátok, milyen akkor gyerek belement a falba. Na jó, váltunk kis pisztolyt, váltunk a Night Sniper, ami van a Lendónak, ugye ez is bespines. Most rá be ezt használom. Nagyon jó ez a kis pisztoly, mert nagyon jó távolra is. Meg közelre is. Kicsit ilyen DL44 feeling. Azt írja valaki, hogy az a kimenekít. Igen, azt tudom, hogy mit, de hogy most ez hogy van, hogy most megvédjük az áltudítót, és akkor utána kell oda menni? Nem tudom. Lehet, hogy áltudítót kell oda vinni. Hát ne, nem hiszem, nem hiszem. Hát csak nem fogul el odáig. Hú, valakinek van ilyen kisütője. Hú, jaj, mögöttünk is! Hú, hú, de lehet izékéne. Aki megölte. Hát igen, elég durván, igen. Ugye neki izéje van, bója van, de ugye az a bó cucc, az a mi a bóna? Így. Az, ami volt neki a filmben is. Meg. Új, meg fog halni. Ki az, aki flash dob egy ilyen meccsen, hallod? Ú, basszus. Azt írja, hogy neki kell oda vinni át. Ja, hogy azért kell oda menni, mert akkor közben... Ja, értem! Köszönöm. Öcsém. Flash dobni egy ilyen játékban, én nem értem egyszerűen, hogy miért jó. Itt hát akkor, ja igen, és ott fönt az azt jelenti, hogy hol tart, aha. Tehát egy kicsit ment előre, úgy épp azért, mert meg tudtok akadályozni, értem. Hát most már minden világos egyébként, így most már minden az. Na most indult el szerintem. Aha, itt a lézer, amit letett a srác. Hát, tehát ezt meg a vak is látja. Ebbe tuti nem fognak belemenni. Ott ott lesz valaki, aki beleszalad. A Sage-ből tudjuk, hogy mi... Azt is... Emlékszem, hogy nagyon erős volt a fény a... Mi a Skeppinek a csapdáján. Abba is belerohadtam. Na, állítottam. Ó, meghaltam a Deoxys izébe. És most jön. Meg kéne valahogy védenünk. Na. A C-3PO volt, aki ott áll? Biztos. Megvan, de ne! Hátbalónak! Kiló. De nem már! Marra messze volt tőlem az égranyó. Nem baj, nem baj, meg kell védeni gyorsan, de nekem most itt a malácsokat meg kell védeni. Ez jó? Gyerekek, de izgalmas, de jó, hogy ilyet tettek bele, hogyha...
hogyha leesel, akkor meghalsz, és azt írja, hogy you got lost for far away, de jó. Na mindegy, és az a lényeg, hogy igen, nekem a viszket az orra, mint atom. Atakolni kell, hát akkor atakoljuk. Jaj, nem tudok bemenni. Ne, majdnem leforgattam. Majdnem meg volt. Megó. Jó, skacok. Nem rossz tényleg így. Ja, azt mondom, most nem... De jó, hogy már benn vagyok fedezék mögött is megölnek. Hát igen, ez ilyen... Ez ilyen EA Games-es, hogy mondják ezt a... Hitbox. De inkább maradjunk annyi, hogy shitbox, tehát... Meghód? Hát ennyien szóval. Jaj, hogy ott nem lehet, aha. Az mi volt az az akadás? Hát gyerek, nem tudom. Érdekes, nem tudom, az update óta, nem tudom, vannak ilyen bugok, ilyen robbanásoknál, ami kicsit berőtszen a játék, nem tudom, olyan fura. Szerencsém még én fire-re nem mentem. Fura, mert... Mennyi gránátot használsz? Igen, mert healálni kell 10 embert. Ó, nekem az menni fog majd, csak így meg a DLC-t, és használjam. Make sure those rebels don't progress any further. Jó, mi ez? Lújátok! Oké, okay, guard, meg kell védenünk. De ez mekkora jó már, hogy ugye leszedik az egyik csillagrombolónkat, és most meg ezért kell ugye megvédenünk a... Ez a cucc, ez a még, ez a halálcsillag, nem? Gondolom. Mindjárt leesik. Kicsit ilyen káosz van, de szerintem lehozzuk, nem? Lehozzuk, gyerekek, lehozzuk. Aha, ja, hogy még, ha most beindították, ha? Tehát akkor lesz vége, hogyha, mert ugye idő lejárt, és most akkor lesz vége, ha leálljuk. Na, victory. Win a round of Battle Station game mode from Dead Star. Ez az, hát akkor megvan az is. Nagyon jó, nagyon jó. 32-20, hát igen. Azért láttunk már jobb statot is. Jó volt. Ne! Itt az a gyerek, az a Star Wars Battlefront Updates-es gyerek. Akinek tudjátok, van az a YouTube csatorna, 106 000 feliratkozója van. Szerintem ez jó, aki tudom. Várj, milyen statja? Ja, nem tudom megnézni. De legalább velünk van? Nem, másik csapatban. Nem, kilépett. Na, mi a következő? Blast. Jó, maradjunk Blaston, gyerek, maradjunk Blaston. Nézzük meg, hogy mit teljesítettünk. Ez már 90%, azt írja, hogy Rich level 3. Hát ugye Survivalist trade kártyát tettem be direkt, ugye azt írja, hogy egyszer érjük el a level 3-at vele, és már meg is van a droidunk. Azt mondja, hogy explosív killből kell még 6 darab. Azt mondja, hogy jaj, és akkor 20-at ugye a scout trade. De mi a scout? Hát ez nem is ezért. Na mindegy. És akkor nézzük meg itt még, mit kell. Igen, itt heavy blasterrel kell ölni 75-öt. Hát itt elég sokat kell, itt ugye pisztollyal kell ölni. Elég sokat, ja. Amúgy az a healing droid az mit kér? Azt mondom, hogy... Ja, hogy 10, igen, healing-el, survival trait, aha. Jó, de várjatok, ezt a healing cuccot kiveszem. Arra kiveszem, mert ezzel megvan, izét hozok... Scatter Gun-t. Nem tudom, hogy kicsit megváltozott. Jó, igen, gyerekek, azért vagyok egyedül, mert nekem van csak Season Pass-em. És kérdezhetnék, hogy Izzy, meg Banzai, Death, No Moon. Ah, kaptam a achievementet. Ó, itt ez a kis... Hova tűnt? Kis robot, nem mindegy. Igen, ugye nekem van, de nem tudom. Nem rossz ez a DLC, de... Vártam több módot, több ilyen irfantris módot, valamit, mert nem rossz ez a blast, csak... Ugye ez is ugye miről szól, lövünk, mint az eszetlen. Semmi... Hopp, itt ez a kis cucc. Azt, amilyen tárgyaló talán van itt, hallod? Itt szokott tárgyalni, ezért.
Nem jelzi, ha meglőm, érdekes. Mi a... az anyádat. Ne, lefogotti, úristen, lefogotti! Ne! Gyerekek! Hopp, azt hiszem megvan. Scattergun-t előveszem, és mindenki meghal. Figyelj! Jó, hogy ott olyan messze vannak, hát akkor nem. Csak közelre, jó? De nem már, hogy... Hát de hogy öl meg ilyen hamar? 25 HP-je maradt! Mi az a plusz 30-om? Ilyen plusz 30? Az életednél, már többször észrevettem azt. Jaj, az a hílelő robot! Tényleg ennyi, az a... plusz 30? Azt hiszem, igen, hozzáad, azt hiszem, valaki lerakott egyet. Ne már, hát ez nagyon durva. Hopp, valamit azt írja, hogy scout rate. Jó, megvan. De várjál, most nem a scout rate van benne, hanem a server... Mi van? Nem a server list van betéve? Nem értem, hogy miről magyaráz ez. Jó, megvan Scattergunnal. Itt jönnek amúgy. Kisütötte a fegyveremet. Szenya. Kikérek kis Szendót! Készre! Az a nyelvet, gyere! Ó, azt a rohadt, ez már meghót. Jó, tényleg raktam Mizi nevetést amúgy. Ojaj. Jönnek, mint a büdös szar. Menjünk be ide. Hej, haj! Ojj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 
úgy vagyok vele, hogy inkább izé pulse cannon, meg scatter gun, meg ilyenek. Tehát, mert oké, azzal is lehet ölni, nem azt mondom, nem lehet vele ölni, de nem olyan hatékonyan, mint mondjuk a pulse cannonnal, vagy valami. Hoppá, szegény. Parátlakult a csába. Hova esett ez, lemarad? Ja, itt van, de kajzék! Várjál, valami megvan? Ne, az belefutok a lövésébe. Ah, gyerekek. Hoppá, medikál droidot megkaptam. Nagyon jó. Na, gyerekek, akkor most már tényleg itt kezdem itt kifarmolni a cuccokat. Csak tényleg lenne még valami mód, három módot tényleg beletenni, pofátlanság ebbe a Death Starba. Három mód, gyerekek, három mód. De nem arról volt szó, hogy lesz még öt valamilyen mód? Hát, mégis ez... Ugye most tudom, hogy öt simán, meg három plusz. Tehát emléltek 8 pálya jött volna ehhez. Hát aztán ki tudja, hogy abból mi igaz, meg mi nem tudod. Ó, oh, Tehu, ne jönnek-e! Megvan blaster pisztoly! Kisütötte! Az anyádat! Nem ősz meg, nem ősz meg! Gyere ide, te majom, te! Az beálltod a izé szolárium mellé, hallod? Hú-hú! Na gyerekek, ki tudom próbálni a fegyókat, de jó lenne! Összejönne! Az új fegyókat, itt kempel a csávó. Minket ez nem érdekül. Jó, megvan Scatter Gun, ó, Thermal Imploder! Hol jönnek? Megvan. Nem tudom, ez a DH-17 most nagyon bejön. Ugye a Lendónak se rossz az a meg az a EE nincs, de ez a DH-17, ugye ez alapból benne, nagyon jó amúgy. Nagyon szeretem. Na, nem bántasz? Te bácsatok, testvéreim! Hajj már meg! Új, izén van, mine-unk vagy mi az. Gyere, most nagyon adja! Hopp, ez úgy, ez EU, ez a kapu, ez úgy nyílik ki, mint egy... Na? Férfiak értek. Jaj! Hú! Várj, nem kaptunk valami pisztolyt, vagy valamit? Nem, ja, most nem tudunk semmit csinálni. Nem tudunk semmit csinálni, de ezt nézzétek most! 18-4. Jó, azt, hogy kijött, ez valami hős.
tudom, dioxis gáz, izé. Ennyi? Megnyertük. Viktori, ennyi volt az utolsó lövés. Hát ez jó volt. Kicsit most aprítottunk így. Hát igen, látszik, hogyha nem gépekkel menni, akkor kiöli a legtöbbet. Ja. Hoppá, hoppá. Egyébként múltkor játszottunk ízzel, ez beír a gyerek, hogy fat boy. Na mondom neki, mondom, anyukád az. Én mondtam neki így finoman. Gyerek, hát egyébként tudjátok, hogy mi a derőt? Ez a jó kis izé overlay, amit ez itt csinált. Ott a Vader mellettem, rosszul lövök, neon izé körmömre néz. Igen, azért tartja ott a kis kardocskáját. Na, mi jön? Fighter Squadron, jó, hát... Na, gyerekek, egy új item elérhető, ami nem más, mint a healelő robot, itt is van. És azt mondja, hogy mi kell a másik? Azt mondja, hogy heal, teljesen jó. Get out of objective scoring, battle station. Hát gyerekek, nem tudom, megvegyem ezt a healelő robotot, szerintem nem használom, úgyhogy nem maxolom ki. Inkább majd megmutatom nektek, berakom a kártyáim közé. Azt mondja, még kell 6 darab explosív, itt még kell 75. És Han Solo-val kell ölnöm 25-öt, nagyon jó. Hát ezeket majd később megcsinom szerintem. Ugye itt nem most elég rossz, sok mindent kimaxoltam. Ja, nem rossz, ja. Itt elég sokat kimaxoltam már. Írja de az egyik srác, hogy nagyon nagy csávó vagy és nagyon bírnak. Na hát köszönöm szépen. Köszönjük Attila. Csatilla. Ja, hogy én arra mentem, hogy folyamatosan mutatja az ezécsetet. Na gyerekek, jaj, nem, most megint védünk. Nem baj. Jaj, de várjál, most Battle Station? Nem Fighter Squadron? Fighter Squadron. Azért mondom, hogy mi az a négyes, igen, hogy itt... Igen, itt az a lényeg, hogy ölni kell még hozzá... Nem tudom mennyit... 400-at, ha jól emlékszem, 399. Hero Pickup! Nem itt van! De itt van! Nem. Nem jönnek be ezek a repcsis dolgok. Melyik? Oh, gyerekek, Darth Vadernek a T-Fighterével jövök! Pam pam pam. Pam pam. Mondom, mi vagy ez nem ez ilyen TIE Fighter. Na nézzük. Miért a teába halszom? Angol vagy mi? Jó, mindjárt megtájolunk itt mindenkit, aztán... Hát ez nagyon beteg! Hú, nagyon adja. Hát védelnek azt, ujj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 j
Jó, várj, ez AI. Annál lőjük ki azért. Lőjük ki azért. Igen, itt ugye vannak, mondjuk ezt már mindenki tudja, de Fighter Squadronon amúgy is, meg ugye most is, vannak AI-k. Ugye azért, hogy akinek nem megy annyira a repülőzés, azért legyen sikerélménye, tehát azért tudjon fregálni. Ugye most is botot szedek ki, perc, hogy botot szedek ki. Na, az ott egy enemy. Akit nem tudok lőni, mert... Nem, én nem tudok lőni, mert be van a pajzsa. Behind you, tudom. More. Behind you, azt mondja. Ja, igen, nem akarok neki menni itt a dolgoknak. Gyertek már, én nem tudok kiszedni embert. Gyere ide. Te majom, te. Ne, ebben van a páncélja. Igen, lőnek minket, mint most próbálom használni ezeket a cuccokat. Igen, azért nem tudok olyan jól rámozdulni, rájuk mozdulni, mert túl érzékeny az egerem, hogyha izéről van szó. Ilyen hamar kiszedtek. Nem ebbe a játékba. Hú, gyerekek, hát igen ezt tudnék-e használni ezeket a cuccokat. Mondjuk szerintem a Millennium Falcon az jobb, szerintem. Nem baj. Mi szedett ki? Ó, Y-Wing.
Jaj, Hero Pick, ja, azért mondom, hogy hogy lehet, igen. Ugye Hero-ban állok, föl lehet venni az 1000 éves solymot, meg az Y-winget nálunk, a Darth Vader-nek a cuccát lehet fölvenni. What? Az mi volt? Hát igen, ott van egy gyerek 18 nullást attal. Igen. Lehet, hogy nem most kezdte ezt a röpkedést, én nem szerettem. Néha Valkar Assault-ba fölmentem, ugye A-Wing-gel kicsit lövöldözni az embereket, de ezt is láttátok. De valahogy ez nem az én világom, de tetszik azért. Évszázad fregere azért nem leszek, de egy biztos, hogy már jönnek rám, mint Lee a szarra, hát megőrülök. Van még egy, gyors betöljük a hármast. És ez kiszed. Lord Vader is here. Oké, hát akkor hír, here. Lord Vader is here. Jó, hát ez persze, hogy ezért volt. Hát nem igaz, hogy csak botokat szedek ki. Menjünk le a playerekre. Playerekre, gyere ide. Gamba. Hát ezt nem hiszem, mindig hátulról. Micsoda van? Mi ez a Wingman? Ez mi? Jaj, ez a Darth Vadernek, ilyen ilyen őr vagy, hogy mondják, ez a testő. Jó, és ugyanúgy kiszednek, mert hát ugyanaz szar HP-je van. Hát gyerekek, igen, egy picit jobb a másik csapat. Mutatom így a tabbal, nem sokkal egyébként. Egy minimálisan jobb csak a másik csapat. Azt, hogy forogott az aszteroida. Akkor forogom, mikor megengedem neki, hallod? Még a botokat sem tudom kiszedni, tehát ezt ilyen... Gyerekek, Siege Live az lesz majd szerintem, lesz. Lesz most majd valamikor. Jó van, nyomd be a pajzsodat már. Bódi Guszti. Na, meddig tart még a pajzsod? Bemértek, mint a büdös szar, és... Ne szórakozzon, kérem szépen! Hát igen, ez nem az én játékmódom, ez a Fighters, de mondjuk a másik még izgalmas, hogy van valami objektív, de ez a... Megyünk és folyamatosan meghalunk. Hát igen, mondjuk ezzel... Ez nem az a játékmód, amivel lehet növelni a KD-dat. Azonban meg kell tudni, hogy normálisan menni. Egyébként hajszitek, hanem egérrel játszok. Egérre irányítom a repült. Nem tudom, egyszerűen billel nem megy, tehát valami nem. Ah, kiszedtem egy botot! Hát micsoda, hát gyerekek, hát... Nem tudom, hogy... Hova írjam föl? Megvan egy enemy, kiszedtem egy enemy-t! Sírok! Gyere ide! Hallod, szétlőm még, nézd meg, na! Ó, Hero Pickup, lehet, hogy most, de az, megyünk oda! Csak azt ilyen vizén kell felszedni, ahol, de be kell szállni, de jó? De szétlőnek minket, vagy nem? Nem szednek szét. Mit hozzunk? Ah, most hozzuk a Easy Slave-et, ugye ez a Boba Fettnek ez a fura ilyen hajója. Na most menjünk ezzel, szerintem ez jobb. Kicsit ilyen fura, de... Nem tudom, ez hogy régen is adta. Megvan! Na. Milyen fura hangja, mint ami helikopter lenne, nem egyébként, izenézzel? Aha. Hát, jó. Mondjuk már annak ide, amikor volt a film, akkor néztem, hogy ez a széke. Igen, most ugye nem tudnak bemérni minket. Az, amit már nem felkeltettem az érdeklődősüket az embereknek, igen.
Jó, Angelo. Meghaltam. Jó, hogy már ki is léptek tőlünk. Tudjuk már, hogy mi lesz a... Igen, igen, a negyedik DLC, gyerekek, az a Rogue One nevű DLC lesz, ami most az új film alapján jön majd, állítólag 2016 decemberében. Már ugye itt a játékban írja, hogy Rogue One lesz. Hát gyerekek, én nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy milyen lesz ez a Rogue One. Amúgy még amit csinálna az EA, kicsit ilyen, hogy is mondjam, kárpótlásként, ingyen adni pár pályát, vagy valamit, vagy pár új izét, ilyen kártyát, vagy valamit mondjuk. Meglátjuk. X-Wing Destroyer, aha, tök jó, csak ebből az összes bot volt. De nem igaz. Hát gyerekek, hát ez epic lose. Igen, 400-at kell ölni, de hát nézd meg, ott halott 30/3 izi. Jézus, hát, ja. Hát ezek nem emberek halt, ez hogy szállnak így? De megőrülök. Lehet, hogy ők nagyon szeretik ezt a játékot. Nem igaz, hallod, de itt de annyira bírom itt a játékban elő, de egy Simpsonnal elborul. Amekkora. Hallod, ráütetném Babettára, azzal fődőne. Na figyelj, figyelj, majd leszedjük ezt. Majd most izélje, most ilyen bosszú, mert ez már engem előbb kiszedett egyébként. Mi nem tudom bemérni, hallod? Mindjárt. De megvan az irányító száma, hát akkor hogy? Gyere vissza, te majom, te. Hát beszarok. És leszedi! Gyerekek, nem baj, legalább egyet nyertünk már, megnyertük azt a Battle Station-t. Hát ez most akkora lose lesz. Mondjuk az a durva, annyira nem nagy lose, mert nem vezetnek sokkal. Viszont a stat meg pont nem ezt mutatja, mert a... De defeat. Ja, már lejárt az idő. Jaja. Hát gyerekek, hát... Igen. Igen, most már ugye van ez a csillagozás, most már nem lehet csúnya szavakat írni. Jaj, munching potato. Nem baj, szépen fejlődgetünk. Egyébként az a... Izi, láttad azt a... Imperial Officer, vagy melyik volt? Vagy Death Star Officer? Tudod, az a ruha az annyira jó néz ki, csak hát 90-es szint kell hozzá. Ami egy kicsit sok. Meg, ja most Battle Station, na most Rebelként, na most hát a sikerül. Velünk van az a gyerek, aki előbb itt volt, az a Kineon fregelt. Tehát mindenki kilépked. Nem baj, jó lesz ez. Hát végig is, úgy itt mindegy mit választunk, mert... Oh, nem tudom, az a baj, tényleg túl sok a repcsis izé, pálya ebbe meg mód, mert... Oh. Mert nem rossz, tényleg nem rossz, csak mondjuk lehetne benne mondjuk Droid Run, Halálcsillagon, ugye az is, mondjuk Drop Zone az annyira nem, mert ugye ott a, tehát magán belül ugye ott akkor hogy esik be az a, ugye az már pod. Aztán hát mit lehetne még, mondjuk Blast ugye az benti, Droid Run-t is lehetne bent, Heroes vs Villains ugye azt is lehetne, ugye az is ilyen belső, mi az ami még ilyen kis pályás és ilyen mód mondjuk. Nem tudom. Van, hú, más tudom már milyen módok vannak. Lehetne mondjuk, szálljuk Super Macy-t, nem tudom, hogy mennyire lehetne. Hát, mert ugye, már ugye a Super Macy-hez nagy pálya kell, ugye az ilyen rush-olgatós. Na nézzük gyerekek akkor, hogy Battle Stationben Rebelként sikerül-e elpusztítani a csillagrombolót, és utána ugye bevinni az A2D2-t. Ami nem lenne rossz, hogyha be tudnám nektek mutatni. Én pedig föl fogom szedni a Hero Pickupot, illetve már felszedték előttem. És belem... Hallod, egy gyerek felszedi a pickupot. És utána belemegy az izébe, törmelékbe. Hát mondtam én, hogy söpörjétek össze. Mi robbant itt mellettem, gyerekek? Egyébként ez melyik bolygó? Nézd meg, most kicsit arra felé megyek, aztán vissza. Szerintem ez az izé. Az a sivatagos, a... Tudod izé? Nem az Alderaan, amit megsemmisítettek és annak a törmelékébe mentek? Nem, ez nem az, nem a... Ahol van... A Drop Zone is, tudod, az az új pálya, mondjad már, az a... Jó, kettőt könnyebben. Ami ilyen homokos, és múltkor mondtuk, hogy milyen szép város van ott arra, tudod?
várja, az melyik bolygó volt? Amiről most lehet, most lehet, ja nem. Hú, ugye most meg nem mondom, de nézd meg a bolygót, szerintem az, nem? Az ilyen sivatagos, ilyen homokos, ilyen. Micsoda, mi szedett ki? Láttátok? Hú, jó lenne most már győzni, de hát az a bajom rajtam múlik. Azt tök jól rajtam volna. Tatooine, az az az. Köszönjük! Ne várj gyerekek, ott van mögöttem a hartudit, ez segít! Hát nem tudom, mindjárt aki nem bunkóságban, de lehet lelépek innen, mert nagyon nincs kiegyenlítve a csapat, hallod? Hát miket kapunk, de el se tudok jutni, hogy sebezzem a generátort, bátba lőnek. 0-3-as több GameZone, hát szégyeld el magadot. Na de hogyha lejönnének, hallod, a földre, Irfantriba, hallod, szétszedném őket. Az biztos. De hát ezek ilyen kislányok, ezek nem harcolnak a fődöbben, azt mondja, koszos lett, a végre kiszedtem. Nem, sebes gyerekek, lesz ez a szondja közé. A csakú nem lehet, mert ugye az már később játszódik az a rész. De hogy szednek ilyen? De igen, de igen, mert ez a munching potato, blablabla. Igen, ez már 7-0-ban van a srác. Tominek mi a kedvenc állata? Hát... kutyamacska. Meg a mosómedve, ugye Izzy? Mosómaci! Mosómaci, igen. Na, de remélem most eljutok, hogy legalább sebezzet tudjam a generátort, mert hihetetlen. Ember itt, érted, itt valami tóna. Hósan. Reméljük senki nem fog észrevenni. Igen. Hát gyerekek, tryhard van. Ez most tryhard. Hát ez nem lesz meg. Lehet kéne keresni a másik módot, hát. Mondjuk lehet kéne akkor keresni Blastot, ugye lehet külön özét is keresni, mert az a helyzet. Igen, ez a munching potáta, ez mindenkit kiszed. Na most meghal, most halt meg először, hallod? Majdnem 4 perc kellett hozzá. Itt amúgy nem mondanak butaságot, Endor. Mert ugye, bár az nem sivatag bolygó. Nem, hát ez biztos, hogy nem az. Viszont ott semmisítik meg a halálcsillagot. Nézd meg, Izzy. Ez nem az Endor. Ez tuti, hogy nem. Nézd meg, Izzy. A film szerint tudom. Ez tuti, hogy nem az. Tudom, de lényegében az Endor mellett semmisül meg a halálcsillag. Azért nem értem, hogy most mi van. Nem, hát a halálcsillag az ott van, messze. Viszont az most nem itt van. Meg nincsen, mi az? Ilyen... barikája. Nincsen gyűrű mellette. Nem áll, nem szedtem le. Hagytam neki 15 HP-t. Darara. Ti láttátok ezt az aszteroidet? Mert én nem. Nem láttam, hallod, a visszapillantóba se. Hát meg őrülök. Nem baj, menjünk, hát ha lesz valami gyorsan. Valaki ideérte, hogy a geomózik. Az lehet. Gyorsan. Azt mérd be? Gyerekek, most akkor vagy. Na most akkor... én se láttam, hogy ez az volt. Na, szóval most már tényleg nem tudom, hogy melyiken volt. A filmek szerint melyik bolygó mellett semmisítették meg? Semmisítették meg, rongyolták le a halálcsillagot. Írjátok meg, hogy tudjátok. 4 perc, hát szerintem az nem hiszem meg lesz. Mindegy, ezt megvárom, aztán szerintem keresek. Hogyha ez a munching potátó itt marad, akkor szerintem lépünk, mert maradjuk, hogy nem vunk egy súlycsoportba. Jézusom, azt annyi ellen, mivel ezt írtál előtt, nem tudok itt lőni. Tényleg, kérdezzem Williams-t is mehetnél, írják. De azt simába is lehet amúgy. Igaz. Hát kiszedett. Ja nem, azt hittem, hogy a bot volt az SC. Valaki beigazta, hogy a föld. Hát elég szarul, hogy nézni ki a föld.
Jóda, az még nem egy bolygó. Jézusom! Hadd izén! Nem azt mondjuk, hogy nem is csoda, hanem nem is Yoda. Na figyelj, most hozok izé hőst, mindenki beszalik, figyelj. Fölszedi a híró pick-upot, azt meghal! Hát meg őrülök! Hallod, de nem lehetne azt mérni, hogy bátran, hogy kit mérjem be, mert annyi, mindig más mér be. Nem baj, nem baj, gyerekek, hát javítom a statomat, 5-11. 3 perc, ez nem lesz meg... Megint valaki a Endor. Ja nem, Rendor. Itt az Endornak az erbetűsül. Hát gyerekek. Ne kezdjétek, mint múltkor a... Mi volt múltkor a márvány sajtos? Hát azon kiégtem. Én meg ezen a Yodán hallott, beírja valaki, hogy nem is Yoda. Az nem egy bolygó. Obi-Wan Kenobi is egy bolygó. De nem, de izi nem jutok el még a izéig sem, ez a gyerek kiszed. Viszont szép a játék, meg tényleg, tényleg jó az a mód. Nem áron, nem, marad egy HP-ja. Nem baj, gyors hozok őst. Reaktor destroyed, nagyon jó. Most lehet támadni a fönti izét. Már csak megint főszedték. Főszedték még annyi, mint anyukám a lábtörlőt, meg mit tudom én. Hova tűnt ez a majom? Gyere ide. Már megint ez a gyerek szed ki. Hát megőrlök. De mivel tolhatja kontrollerrel egyébként? Lehet? Meg egére elsoros, csak valamikor túlérzékeny, valamikor meg túlérzéketlen. És hát nem tudom belőle én most, hogy a jó. Túlérzékeny, az se jó, mert akkor fordulsz egy csomót, ha meg túlérzéketlen, az se jó. Majd szedjünk még ki 4 izét, és akkor lőhetjük azt a szardát. Az ember így sem lesz meg nagyon. Nagyon nem lesz meg. Úgy érzem, hogy kell nézni újra a részeket, úgyhogy megint lesz egy videós napom. Hát... Én amúgy azt nem értem, hogy miért nem variálja meg a csapatokat a kör végén. Mert ez így elég gáz, hogy ez a muchachos potatos mindig ott van velük. Aki még a Simpsonnal is eldőne. Hát ráütetném Babett... Hallod? Ráütetném a Babettára. Baldarán az megsemmisült, az volt a halálcsillag első. Bár várjál, lehet, hogy azt akarják megsemmisíteni. Ott meg nem voltak rázadók. Ó, basszus. Gyorsan, gyerekek, nem lesz meg. Nem baj. Szerintem minden ezután lépünk, mert... Nézzünk Blastot, hátha talál most... Nem rossz ez a repcsis, de... Most inkább úgy a földön harcolnék, úgy. Most az úgy jobban adja. Na, de legalább megint kiszedtünk egy... Kettőt szed? Nem egyet szedtünk ki. Nem tudom már mit hozzak, A-Winget vagy X-Winget, hogy az A-Wing az... nincsen pajzsa. Igen, ugye ennek van rakétája, az X-Wingnek meg... ugye az itt gyorsabban lő, azt hiszem, talán a löveget talál jobb. Ezt tuti kiszed? Nem. Hú. Ó, megvan még egy. Még a más, mégis nincs a más, gyerek már GG-zik. Hallod, gyere ide. Mert melyik GG-zett? Igen, az első megvan. Az ott volt a Jabin 4-en. Megvan még egy. A srác, a másik meg az Endor. És defeat. Ó, pedig mindent beleadtam, gyerekek. Jó, gyerekek, a héten majd most elvileg úgy lesz, hogy szombaton lesz Rainbow Six. Pénteken meg szerintem Arma. Tehát most ez a két láv lesz, hogy gyerekek lesz arra. És megint ez a gyerek van mindenhol, persze, hogy ő van mindenhol. Azt mondja, hogy VT... nem hiszem el. Azt hittem, hogy a srác így a saját magára nem hiszi, hogy ilyen jó. Na jó, következő map. Battle Station a változatása kedvéért. És persze, hogy megint ott van az a pottától. Na jó, én szerintem most lépek. Nézzük meg itt a cuccot. Pam, pam, pararam, pam, pam. Meg akarom nézni itt a... Én, hogyha valaki kíváncsi lenne a statisztikámra, az itt megnézheti. 1041 játék, 217-es kárdja, ami 222 volt, csak kicsit lerontottam mostanában. És majdnem 25.000 kill, gyerekek. Hú, az... De várjál, most miért ez a... Miért ilyen izé sapka van a csajon?
Ja, mit kell átállítani, így, ni. Imperiába meg ezzel megyek. Nagyon jó, emotes az jó, maradhat. Na most minket a jobba érdekel, hogy mit kell itt még csinálni. Most szerintem be fogom tenni ezt a droidot. Meg szerintem be fogom tenni a gránátot. Igen, ezeket nem hiszem, hogy most meg fogom csinálni live-ba. Ugye Heavy Blasterrel kell ülni 75-et, ugye az a T-21B, meg a T-21, azt hiszem a sima. Ugye az a Heavy Blaster, én úgy tudom, meg ugye Han Solo-val 25-et, ezeket majd megcsinálgatom szerintem. Na, de most csinálok egy olyan kezet a Blaster-ra, mert most csak blastozni fogunk. A vége a Blast-nak akkor... Na váltok, akkor kell Scattergun, ez marad. És akkor csinálunk egy olyat, aminél itt lesz a termál, és itt lesz ez a kis droid. Medical droid. Na hát, aki valamit itt nem értek, hogy hogy van itt a... Ja igen, még 10, az megvan. Jó. Egyébként ez a Survivalist, ez nem is olyan... A Survivalist. Nem is olyan rossz egyébként, ez a trade kártya, izi. Az Escape Artist Shadow. Ja igen, van úgy dioráma, ezt hagyj mutassam már meg, hogy múltkor jött, képzeld el a Bespinnel is új ilyen cucca diorámába, meg a halálcsőrnes van, de egyébként nem olyan nehezek, például néztem, hogy a Dengárt, azt úgy kell, hogy a Bespines mapokon kell játszani 5 órát. Az nem valami, az nem sok. Gyors megnézős, és kacok, aztán megyünk blastozni a halálcsillagba. Ugye érdekes, hogy itt a halálcsillag körül is van, a felszínen, meg rajta is. Nézzek, ezért azt írja, hogy nyer 10-et minden original Battlefront multiplayer módba, tehát tudod. És még kell 9, izébe kell még nyernem. Van az, amikor egy hős van, mindig más, és az nyer, aki többet öl. Adott hős, nem is tudom már mi a neve annak. Hero Hunt. Ugye azt hiszem azzal kell még nyerni 9-et, de nagyon nem érdekel. Mi hiányzik még? Hiányzik a Luke Skywalker, azt mondja, hogy minden ilyen gyűjthető gyémántot össze kell szedni a játékokba, ez 9/12. AT-ST, ez nagyon kemény, azt írja, hogy teljesíts minden túlélő missziót master nehézségen. Igen, ez nincs meg. Igen, ez egy kegyetlen néz, azt mondja, hogy Emperor Palpatine. Ja igen, azt mondja, hogy gyűjtsd össze az összes csillagot, ugye ez benne van a maga az a tutorial, training rész, a túlélő módok és az összes csillagra meg kell csinálni. Erre nem vállalkoznék, ez kegyetlen nehéz, aztán nézzük meg, mi jelzik még. Ez mindjárt megvan, azt mondja, hogy a slave van, azt mondja, hogy 10 órát kell járműbe töltenünk. Érdekes, hogy 240 óra ott ez nem volt meg, mindjárt meg lesz egyébként, mert nem kell sok hozzá. Igen, itt hiányzik ez a Niem Numb. Azt írja, hogy ölj meg 50 hírót, ebből már nem kell, sok 31 megvan, Greedo megvan. Azt mondja, van ez a Cloud Car, azt írja, hogy 10 járművet kell megsemmisítenünk ezzel a Cloud Car-ral, amit én nagyon nem szeretek, nem is olyan jó. Ja, amúgy, na igen, itt a Deng... Ja, bocsánat, a Dengán azt írja, hogy használ minden Star Cardot. És ő minden fegyverrel a Bespin DLC-ből. Na igen, ja igen, a Lendónál írja azt, hogy játsz 5 órát a Bespinen. És itt a halálcsillag azt írja, hogy Chewbacca, érd el 75-ös szintet. Boss Cast írja, hogy use a Star Card. Igen, ugye ugyanaz, hogy ő minden fegyverrel a Death Star DLC-ből, meg használ minden Star Cardját, stb. Ja, egyébként nem rossz. De amúgy nem érdekel ez a dioráma, mert szerintem ügyeség. Ez ilyen tipikus Star Wars fanoknak van, akik, úristen, nekem ezt ki kell raknom, mert tök szép, de amúgy nem nézik. Na jó, akkor gyerekek, nézzük akkor a módot, és akkor keressünk csak Blastra, mert én most már úgy érzem, hogy kirepültem magam egy pöppet. Nézzük akkor, hogy ezt a hílelős robotot, hogy ez mégis milyen. Kíváncsi vagyok rá. Bár ezek inkább ilyen support kártyák, én meg inkább ilyen magányos hős vagyok, én jobban szeretem a... Én azt mondom, talán az egyik legjobb és mindenhol használható az a Pulse Cannon. Közelre nagyon jó, távolra nagyon jó. Én azt mondom, hogy az nélkülözhetetlen. Ami még nélkülözhetetlen szerintem a hátizsák, az mindenhol, mondjuk kivéve, hogyha ilyen zárt pálya van ott, mondjuk annyira nem. De ez a kettő, és középre pedig a kártyához, amit én szoktam használni, ez vagy personal shield, vagy micsoda, az a explosive shot. Az explosive shot az ugye azoknál a fegyvereknél jó, aminek a fire rate-je nagy, tehát gyorsan lő és keveset sebez. Ugye itt pont az enyém, hogy felerősítsük. Ugye pont olyan, mint a vodba, amikor a medek ugye vesznek aranyat, mert ugye annak nem nagy az átütése.
Na, király, megint is vagyunk. Hoppá, azt mondja, hogy Command Sector Blast. Milyen robot állott. Egyébként anyukám mindjárt bőjön, hogy kész van a izé. Készen a tök főzelék. Ezt hogy jön? Nem tudom. Jaj, rossz. Nem, jó, jó. Na gyerekek, az Ucsó DLC... Nem, hát elvileg úgy volt, hogy az Ucsó DLC, láttam ott Bence kérdezi, hogy 2017 tavasza. Na most ez úgy volt, amikor kijött a Battlefront, hogy akkor 2017 év eleje, hát most nem tudom nekik mit jelent az év eleje. És most pedig, mindjárt meg is mutatom, ott van az utolsónál, hogy Rouge van DLC 2016 december, szóval elvileg, ugye most ez a legutolsó információ, reméljük, hogy decemberbe fog jönni, ezt meglátjuk, kíváncsi leszek. Én egyébként egy kicsit csalódtam ebbe a Death Star DLC-ben, azért jobban vártam, hogy úristen, itt több mód lesz, több Irfentry mód, megyünk a halálcsillagba, jön a Vader, lesz ez a Heroes vs. Villains, Droidrán, mit tudom én, megyünk, és igazából itt ez a Blast, ahol tudsz menni, meg ott van a melyik az a, na, ugye az a, milyen, Battle Station, vagy mi a neve, ugye annak, hogyha a csillagrombolót lelövik a rebelek, akkor vagyunk a halálcsillagon, de ez szerintem nem sok. Tehát én szerintem ez, nem tudom, vagy csak így akarták, nekem ez nagyon nem tetszik. Egyébként mindjárt meg is nézzük ezt a hílelő robotot, ez miért tökény van ott? Jó, ezek az irányítő központok, izi, tudod, miből ismerősek a... Tudod, volt az a játék a... Melyik az a játék, mindjárt mondom, itt a hílelő robotot letesszük. Ha egyből ki is lőtték, nem baj. Megpattan a gyereken a... Megpattan a gyereken a gránát. Na, ezt a hílelő robotot akarom, hogy... most már meglegyen. Ó! Kiszedtek, nem baj. Viszem a hílelős robotot. Úgyhogy gyerekek, nem tudom, tényleg olyan jó lenne, hogyha lenne olyan mód, hogy mondjuk lehetne többet menni a halálcsillagba így gyalog, de hát látjátok, ez most kicsit ilyen... Na most ez hogy van ez a robot? Most oké, hogy itt állok, ez tök jó. De ez csak akkor hílel, hogyha izé. Jó, hogy most ott spawnolnak, én meg hiába csinálom itt akkor ezt a dolgot. Mögöttünk is jönnek, vagy mi? No! Hat no, ja, az, oh, azt hittem, jó van. Azt hittem, hogy nekem van hat no, mondom, hogy lehet, amikor megöltek. Hát nem tudom, ez a hílelő robot, hogy ez milyen. Nem nagyon tetszik. Hopp, sziasztok! Tudjátok, mivel lehetne megcsinálni ezt a izét? De miért ezért termát tettem be? Ezért a... mondjátok már mi az a... Impact grenade, ugye az meglátok, egyet egyből odavágom és meghal. Tényleg, ezt nem ezért termálak én ezt a... ezért explosive killt, vagy mi az. Hú, valakit itt nagyon-nagyon ráznak, itt nem tudom, itt valami a felben. Mi volt ez a lag egyébként? Na rakjuk le ezt a... izét? Szutyadékot. Csinál. Ajjaj! Ajjaj, meghalok. Vagy nem. Mögötted, öcsém! Ne meneküljé! Az bemenekül oda! Megvan! Termálla! Kitermáltuk! De ide a hajléktalan! Ujj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 
meg. Na most igen, leteszem, és akkor most healem, vagy hogy működik ez?
Azt a kell lerakni, hogy nehogy szépítják. Ó, megint becsukták az ajtót, hallod? Ugye, menekült a csáv. Hát de hogy, mizé, menekült. Ó, menjen át, akit szám... Ó, nem tudtam benyomni a perzonál shieldet. Ó, de tényleg olyan jók ezek a pályák lehetne, de hát nem lehet tóni több izé infantriba, mert csak ez most ilyen repülős DLC. Nekem meg mi van olyan hangom, mint hogyha... Na most visszajött. Na most ezt hogy van, ezt nem értem. Most ide tettem, és medical droid. Aha, tök jó. De várjál, ha közelébe vagyok, akkor gyorsabban töltődik a kártyám is. Létezhet ilyen? Lehet. DLC, úgyhogy ebben egy kicsit extrák vannak. Nézzük meg! Aha, tényleg! Ha itt vagyok a közelébe, gyorsabban tölt, hallod? Besz a behu. Nem az, becsukják a izé spájz ajtót, amikor jövök. Hát ezt nem hiszem el. Egyébként ezt nagyon durván megnyertük, ahogy látom. Hát nem tudom, nem rossz azért, tehát ilyen supportolni is. És nem csak téged supportol, hanem itt mindenkit. Tök jó dolog egyébként, nagyon megvolt. Jújújú, de leápéztek minket, nagyon jó. Nem baj, valaki heal-el minket. És meg is van, GG. Nem rossz. Csak az a baj, hogy most rámentem, hogy Blast, de most ugyanez lesz Blast lesz, vagy most menjünk másik pályára. Remélem, hogy nem vált. Nincs már kedvem most így nagyon menni. Ez évvel, járművel. Már amúgy nem rossz, csak már... Hú, tényleg ezért meg be sem mutattam nektek a Fighter Squadronba a felszínét a halálcsillag. Na, de majd még arra még sor kéne. De elkeket még 7:30 van. Még van idő. Oké, következő a mappi lesz. Fighter Squadron tökéletes. Akkor itt az alkalom, hogy bemutassam néktek. Nézzük. Azt mondja, hogy... Itt kell még... Hát ugye ezeket majd megcsinálgatom. Kis pisztolyokat. Ugye ennek az a lényeg ennek a kis pisztolyok, hogy van benne olyan mód, hogy így föltölt, és egy mocskos nagyot lő, ugye az ott benne a videóban. Hát nem tudom, ez ki nyom ezt a laser trip mind, de... Valahogy nem. Viszont ez a medical droid, ez nagyon jó, tehát ez support. Tényleg ott álltak egy csomóan, gyorsabban töltődik a kártya, ez nagyon OP tud lenni. On Death Star, oh nice, hát tök nice, de... Nem tudom, az a baj, nincs annyi tartom ebbe a DLC-be sajnos. Amit én vártam volna, mert ez se rossz, de hát most... Most ez minden. Van egy Blast. Van egy Fighter Squadron itt a lájtcsillag felszínén. És van az izé. A Battle Station. Aha, tök jó. Ha jól számolom, ugye? Ja, meg van... Jó, meg van a Battle Station-ösön Fighter Squadron, tehát ugye ott van sima Z is. És igazából ennyi. Ja, várjál, meg van itt is Battle Station, itt a halálcsillagnak a felszín, igen, itt is van, de ennyi. Úgyhogy... Igen, egyébként itt az a vége, ízik, képzeld, néztem videót, hogy követni kell a nyilat, ugye aki tök jó tud menni vele, stb. És az egyébként végén ugye belövöd a generátorhoz, vagy hova a cuccot, és fölrobban a halálcsillag, tudod? De. Mondjuk most pont nem rebel vagyok, de... Ja, de hülye vagyok, ez nem az, bocs, ez nem az. Ez most Fighter Squadron. Szóval, hogyha ez most Battle Station lenne, akkor azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy főrobban. Ugye itt látod ezeket a járatokat, ahol megyek? Na, itt kell követni valami tök nehéz izé úton keresztül. És a végén ugye van az a kis, így lefelé vezető ilyen kis cucc. És akkor oda ugye belemegy a cuccod, az a rakétád, és akkor ugye főrobban utána beadja izé. Ó, gyerekeket. Jó, most már belehúzok, most már nem beszélek annyit. Ó, 2-0-ás ezével. Remélem nincs itt megint ez a gyerek. Jó, nincs itt, jóval. Még talán fregelni is lehet. Meghalt! Ricsike! Az ott AI, mindegy, azért kilövöm. Megvan még egy AI, nagyon jó. Király vagy GameZone. Igen, lelőtték két AI-t.
Jó, hogy ez egy exkluzív cucc, tényleg, amit benyomok. Megvan még egy, nagyon jó. Hú! Nyögés, ott most ugyanaz a bolygó van amúgy, ízzel megnézed. Ó, ez nem lett volna rossz. Érdekes. Amúgy marha jól néz ki a felszíne, tényleg ilyen. The flight controls, és akkor ki van csillagozva? Hát igen, az irányítás tényleg egy kicsit fura. Mondjuk én egérrel tolom, de igen, igen, tehát ez meg kell tanulni egy kicsit. Mondjuk én annyira nem vágom, én épp úgy tudok vezetni repcsit, azért látjátok, nem vagyok túl béna, de azért nem vagyok a legjobb jármű vezetésbe, de maradjuk annyiba, hogy még annyira bírok pont vezetni, hogy még úgy élvezem is ezt a csatát, nem csak, hogy melyek ezt folyamatosan lelőnek. De hogy annyira nem néz meg tőlem, amúgy egérrel tolnia. Az ipart ott van, figyeld Ricsi, meghalsz meg, ez az. Hát mit bead? Na most gyakorlatilag most kezdek, ó, megvan még egy. Kezdek belendülni. Megvan. Új, minket meg lónak. Lónak. Ott van, figyelj. Megvan még egy. Na gyerekek, most ha kezdek ráérezni az ízére, vagy csak ezek bénák. Na figyelj, mindjárt elkapjuk ott. Ne menekülj oda be azért csatornába. Megvan még egy, nagyon jó. Gyerekek, 14-3-as tatvat? Én meg mit csinálok? Ugye bereportolnak, hallod? Új, igen. Most észrevettek már. Megvan még egy. Jó, hát ezek nem az évszázad játékosai azért. Megvan még egy X-Wing Destroyer, nagyon jó. Annyit kiszedtem már, hogy most már Darth Vader-től kapok izét, ilyen díjat. Különlegző készüléket. Ébreszt. Hát gyerekek, most nagyon megy, és nézzetek meg most ilyen low HP-val itt. Hú, és vezetünk? Hát persze, hogy vezetünk. 18-3, hallod? Hát mi történt velem? Megvan még egy. Amúgy azt hiszem, hogy a bot kill is izének számít ott fönn. Pontnak, úgyhogy azokat is jó, hogyha ölöd, nem muszáj mindig izét. Te ez hova száll? Hallod már? Na igen, ezt nem szabad csinálni, túl sokáig menni egy irányba, mert 19-4-es tatod lesz. Hú. Viszont ide valami zenét berakhattak volna, tehát mit tudom én, valami Kóda Gyurit, vagy valamit. Viszont járod, gyere ide. Engem akartál az előbb? Gyere, engem akartál, mi? Gyere ide, engem akartál. De mi nem lovi? Nem ló. Én szedtem? Nem hogy lehet, hogy ott van zene, csak nálam is bugolt néha, hogy nem adja be. De nem, van, csak ugye nem mindig. Most nem adja, most nem adja. Basz, hova száll ez az állat? Ó! Hát ezt a kanyar nem tudtuk bevenni. Csávót követtem, aztán én szívtam, meg 19-5, na nem igaz, most az a baj, most elveszte. Az a baj, hogyha tényleg elkapod a fonalat, akkor tök jó megy. Nyomorékok majd egy kicsit cseten itt szórakoznak. Gyere ide, Ricsi fiú, vagy ki vagy te? Nem, már is benyomja a izét! Benyomja a pajzsot! Akkor és erre lezuhan, begörlök. Az énekelj valamit, Tomo. Hej, haj, ruca, derce. Hát az mindjárt jön a játék zenében. Nem méri be. Keresünk másik áldozatot, hogyha nem méri be, akkor... Keresünk másik... Hát beszarok. Jó, kettő megvan. Az meg mi a... Mi ez? B-wing, hallod? B-wing. Az meg mi? B betű, mint Balázs. B-wing, hallod? Ilyen, nem tudom, úgy néz ki, mint egy ilyen, nem tudom. Egy felmosó fej. De honnan veszik ezeket? B-wing, nem tudom. Hát biztos volt benne, hogyha veszik valahonnan.
Ja, ez meg aljakhoz, én egy ilyen bénám, meg engem meg ott. Nagyon mindegy. Hú. Hát nem, Iggy, ez nem olyan rossz, de szerintem jó az a... Jó az a izé... Jó az a Walker a szót, nem? Hát, ja. Nem rossz, ez el lehet vele játszani, de nem túl sok ideig. Jó, hogy az ott izé, az X-Wing, aha. Bocs, Y-Wing. Biztos van, akinek pont ez X-Wing a résztetszik. Renátó leszedett. Hát nem rossz, na. Én azt mondom, a legjobb mód az a Valkyra játék, meg a Drop Zone. Szerintem ez a kettő, azt rohadtul eltaláltak, az nagyon jó. Ugye van ilyen gyorsítónk, és most szépen benyomunk. Ne már! Hát ezt nem viszem el. Betoljuk a izét. Nitrót. Itt ez a Baving, látod? Ilyen, nem tudom, érdekes. Érdekes egy madár. Na most kiszedtük. Meg viszket eszem el, nem tudom, hogy allergia vagy valami. Most már elmúlhatna. Úgy tényleg onnan kell vennem allergia gyógyszer, de még kell venni sajnos. Még... Nem áll, hogy vezetnek, pedig milyen jó kezdtünk az elején. Jaj, hát miért lövöm, azt nem is ott van ott. Jézusom, Gamezone, ez mi volt? Megvan. Jó. Jó. Ne, itt van ez a hülye pajzsa, amit be tud tolni az X-Wingnek. Hozz meg hót. Ah. Pedig 25-8, ezt nem viszem, hozzuk le. Oh, van ez a Wingman, na. Nice. Jó, megvan. De most vezetünk, még nem is sokkal. Hú. Megvan. Szegény Ricsi. A másodszorra szedjük ki, vagy nem? Jó, megvan még egy, nagyon jó. Az megvan, azt én szedtem ki egyébként, vagy... Itt van egy mögöttem, nem? Aha, ott van-e? Jaj, amikor ez bot volt csak. Nem lesz, hogy azt is más lövi ki. Hej, haj! Itt ez a Ricsi megint, vagy ki ez, ja? Betolta a pajzsot, nem baj, követjük. Hú, hova mész? Ricsi! Megnyertük. Az még full is... Nem, az nem ő volt, azt hittem. 30-8, gyerekek, hát... Gyereki. Nem tudom képzelni, ugye én első lettem egy ilyen játékmenetben. Hoppá! Ez az. De ugye ez a kép, ez honnan jött a srácnak? Gyermek megvan 63-as szint. Ilyen Overwatch, meg ilyen játékok nem lesznek, skacok, már tök jó játék, de nem az én stílusom. Igen, ugye van ez a dioxis, de ezt sem használom. Hát ja, majd Han Solo-t beizzítjük, szerintem Valkyren, aztán akkor fregelünk vele. A Battle Station. Na jó, szerintem lépjünk ki, azt hátha megint bedob Blastra. Van azért tényleg unalmas, tehát most Fighter Squadron, Battle Station. Ugye Battle Station, ne felejtsük, hogy oda-vissza van. Oda-vissza van játék, tehát ugye, hogy egyszer egy rebel, ugye hát mind pont olyan, mint a Valkyra szólt egyébként. Hát köszönöm szépen. Ugye igen azt Izzy csinálta a facecam körüli cuccokat. Na most őszintén figyelj, de most megmutatom. Ja, egyébként igen, itt van. Itt van, hogy Rouge van, itt van, nézd meg, 2016. december, tervileg akkor az utolsó DLC. Figyeljetek, Outer Rimhez mennyi mód van, figyelj, select mód. Jó, ez se olyan sok, 5.
öt mód, de mégis valami. Oké. Okay. Jött a Bespin. Ez nagyon sok mód van, nézzétek meg. Valkyr Assault, Blast, Turning Point is nagyon jó. Drop Zone, Super Amazing, Fighter Squadron és Szabotás. És most figyeljetek a Death Start. Három darab mód. Úgyhogy én ezt kicsit úgy érzem, hogy itt lett volna még, csak vagy nem volt idő megcsinálni, és akkor mondták, hogy jó, akkor legyen három, de... Vagy nem tudom. Most itt van három mód, azért játsszál, hát kösz. Igen? Közben azon gondolkoztam, nem kéne felkapcsolnod lassan a villanyt? Mert ugye az arcodat nagyon megvilágítja ez a fehér képernyő. Fő van. És ennyire világít? Aha. Basszus. Pedig ez most még nem is a nagy monitor. Ugye igen. A nagy most izé, ja, jó, gyerekek, igen, állítva. ezt a két fegyót ígérem, most kifarmolom a hétem. És ezt már meg akarom nektek mutatni, hogy jók-e, mert ugye amik jöttek a Bespinnel, ez az E4, meg az a Lendónak ez a Night Sniper, ez kegyetlen jó. Tehát ez a kis pisztoly, ez közelre és jó távolra, és ugye van a, bele lehet nézni. Nagyon jó, aztán mi jött még? Ugye Scattergun az izével jött, az Outer Rimmel. Az Outer Rimben, hogyha kéne mondani egy fegyvert, ami jó, akkor az a DL-18, de ugye ez se sebes sokat, tehát ezt max explosív shattal jó használni, de a többi szerintem nem. Nem tudom. De most a Bespinnel ez a két pisztoly, ez jól szoktam használni, illetve van ez az Escape Artist, ugye ez egy ilyen trade kártya. Azt hiszem, hogy gyorsítja a sprintünket level 2-n. Level 3-on meg képzeljétek el, hogy egy ütés egy emberben. Ugye alapból kettőt kell ütni egy emberbe millivel, előről, persze ugye hátulról elég egy, de előről ugye állsz vele szembe, akkor egy ütés, de ha fölnyomod level 3 lesz a trade kártyát, akkor egyetlen egy ütés minden ember, és ugye a personás ide betolva azért elég OP tud lenni. Úgyhogy mondom, ezek jók. Ugye itt jöttek ez a sok grenade, meg ez a disruptor, ugye azért, hogy a fegyveredet itt kisüti, meg nem tudom, ezek valahogy nem jönnek be. Kis pályán egyébként bejön ez a disruptor, már láttam, hogy használták. Jaja, úgyhogy... Hát ez ugye ezt a két fegyót tudja, meg ugye ezt a lézer cuccot megmutatom majd nektek, ugye még itt kell egy kis explosív cucc, de akkor kicsit farmoljunk, és beállítom itt a kéznél nem a termált, hanem az impactet, ez, és akkor ezzel akkor közelnek, és akkor meg is lesz. Jó, hát akkor nézzünk akkor megint blastot, hogyha... Már mondom, hogy tényleg kiábrándítom, mert tényleg itt is a Bespinen tök jó volt, hogy ennyi mód itt megért, belelépsz, és akkor így... Érted, van két repcsis, meg egy blast. Nem tudom, hát minden gyerekek. Majd meglátjuk, hogy a Rouge van DLC milyen lesz, hát lehet, hogy az EA még az utolsó DLC-nél kitesz magáért is, nagyon sok mindent belepakol. Azt lehet, hogy nem tudom. De egy biztos, hogy a Season Pass még a mai napig azt mondom, hogy 50 eurót nem ér. Amennyire én vettem. Tehát ha megnézzük az Outer Rimet, ezt a Bespint, meg ez, én azt mondom, ez nem ér annyit sajnos. Na jó, nézzük akkor. Úgyhogy itt már megy a harc. Nagyon jó. Jó, akkor go! Ó, ezt a hülye robotot. Lelőttek. De legalább végrét nincs annyi spawn idő, mint a BF1-ben, mert az engem non föl tudott idegesíteni. Annyi időt kell várni a BF-ben, hogy spawnol, hogy hihetetlen. Legalább annyit azért nem kell. Igen, mert igazán... Azt láttak, hogy Impact grenade-et rádobtam és 50 HP-ja maradt? Stopper ez a játék, de komolyan. Ezeket mi a vitatok? Hallod? Esküszöm rá... Na mindegy, jó, mindegy, nem... Nem panaszkodunk. Na várj, most leteszem ezt a medical droidot, akkor mi lesz? Semmi, mert megint nem hal be az izébe, Impact Grenade-be. És ez ilyen bugos vagy? Én nem tudom. No, én nem tudom. Úgy, hogy látja. Nekem felé légy szíves, köszönöm. Mi az a takarító robotot? De nem ár, hát ez az Impact Grenade, ez szar. Nem hallak bele! Beszarok. Nem hallak bele, hallod?
Dobj inkább simát, az impact nem. Halnak, böle. De milyen? Az a baj, nem tudom, mit már vadjálni a kezeket, tudod? Na most ez szerintem ezt nörfölték, szerintem ez régen nem így volt. Impact Grenade, engem annyiszor megöltek, hogy rám dobták, ez régen nem így volt szerintem. Na most kettőt kiszedtem, na, király. Ha mindjárt az is megvan, és akkor azt a lézer cuccot meg letehetjük. Egyébként ez a medikál cucc, ez nem életet tölt tényleg, hanem kártyát. Hamarabb föltölti. Meg azért ott ez a plusz 30. Gondolom a fekete kártya ma az is. Jaj! Megöltett magad, de kiszedtél kettőt. Defeat. Jaj. Lesz, micsoda? Rainbow Six Szeged, hát az most... Mondom nekik szombaton Rainbow Six, pénteken meg szerintem Arma. Eddig. Reméljük, hogy ez így is lesz. Aztán mi jön? Ja igen, most jön a Forza... Igen, egy hét múlva. Jön a Forza Horizon 3-hoz PC demóban, hogy azt ígért a Microsoft, hogy... Hoppá, nem tudok már beszélni sem. Hogy amikor kijön maga a játék, akkor lesz PC demo, mert ugye most van... Ez a fucking Fighter Squadron, azt nem hiszem el. Megint kilépünk. Szóval... Azt mondom, hogy akkor lesz PC demo, úgyhogy egy hét múlva szerintem kipróbáljuk. Lehet, hogy lesz live is. És ha jó lesz, akkor már rátok, amikor még akkor is tudjuk variálni. Ha jó lesz, akkor berúl. Ha nem, vagy nem megy olyan jó, majd ugye 970-et írtak neki minimum, hogy hát én meg izében nem fogok játszani a játék a médiumon, azt elfelejteti azért. Úgyhogy ha jó lesz és jó fog menni, akkor szerintem beruházunk rá. Ezt a BF1 FIFA-t meg még nem döntöttem még úgy nagyon el. Meglátjuk majd. Felújított Code 4, hát nem tudom azért, hogy ez mennyibe kerül az a játék. Meg lehet venni külön? Szerintem nem, jó az Impact. Én úgy tudom, hogy nem. Mondtak valami olyasmit a fiúk, hogy csak akkor kapod meg a felújított Code 4-et, ha megveszed azt az új kódot. Igen, de most valami olyasmit olvastam, hogy meg lehet venni külön állítólag. Szerintem, nem tudom, valahol olvastam. Nem, azt hogy meg lehet venni külön. Miért ezt a medikárdozét hoztam? Na mindegy. Én úgy tudom, hogy nem lehet, mert ugye erre alapozzák, hogy vegyék meg a kodot. Igen, mert de... Mert ha kapod ajándékba, akkor... Igen, de mondom, én valahol olvastam, hogy... De nem. Én úgy olvastam, hogy meg lehet venni külön. De ezt írjátok már, hogy meg lehet-e venni. Külön. Én valahol azt hallottam, hogy az direkt mellé igen, rakják, hogy igen, meg. Az régen úgy volt, igen, az, igen, az volt. Régen úgy volt, de én most olvastam olyat, hogy meg lehet venni külön. Mert elvileg úgy volt, igen. Rambo Six. Egyébként az M betűvel írják. Na. Hopp, impactel, szerintem most impactel megyek. Lesz külön Code 4-re. Na azért mondom, hogy ezt most olvastam egyébként hírként. Pedig annak idején azt mondták, hogy direkt külön direkt egybe lesz. Miért dobtam el az impactet? Ide bevághattam volna hozzájuk. Ajjajjajjajjaj, na gyorsan hol az cucc? Egyébként ha a partneret közelében vagy, alapból gyorsabban töltődnek a kártyák, ezt is tökély, hogy megcsináltak egyébként. Van itt ezt a medikál cuccot letesszük. Hát én mikor meglehetően medikálni, azt hittem, hogy healer. De healer, de azt mondja, hogy healer bónusz. Ja, akkor lehet, hogy csak a többieket healer, jaj, meghalok! Healing streak. Na, milyen jól eltettem azt a kis robotot. Tudom, hogy... Na, mondom, nekem kell ez a lézer, ezt ki akar... Meg akarom nektek mutatni, hogy mégis milyen... De ezek hogy szedik ki egy izével? Vagy ment a takarító robotot. Aztán ja. Mindegy. Gyerekek, figyelj, most Impact Grenade. Hova? Tudtam, hogy nem hal meg, de miért is halna meg? Ez a DH17-os, na hozok izét, hozok EE4-et, ez egy kis jó kis cuccos. Ó, le is szedtük a gyereket. Na, healing streak megint.
Hogy ez az Impact Grenade, ez most tényleg ilyen, vagy nem tudom, ilyen. Ujjjjj. Ó, na ez az, hogy miért nem azért hoztam a hátizsákot, most oblik. Most jobb lenne. Mi az, hogy nem haltak meg? Ahol vágtam közéjük. Hoztam mindenit. Meghaltak. Ez fejre ment. Na végre most! Hééééé! No! Elrontottam. Kéne kis Zambó Jimmy zene ide. Mi? Mi? Mi ez a lift? Hát ezek hülyék. Hol vagyunk? Ez bug? Mi ez? Itt vagyunk benn valami... What a... Hallod, beszorultunk itt, de mi ez? Hol vagyunk? Hallod, Izzy? Dobj egy gránátot. Na jó, hát gyerekek, én akkor... Béke poraira. Még jó, van nám gránát, hallod? De milyen szar lehet, akinél nincs? Gyorsan. Ja, azt hittem ez... nem áll, mi most? Ilyen jó lett ez a izé... Bridge. Ekkorát robbam. Már itt lesz, nem? Ez valami, nem? Noice. Figyelj! Hármat Impact Grenade-del, hallod? Azt a mindenit! És már meg is van az a cucc, szóval használtam azt a lézert, vagy mit. De amúgy nem olyan jó, mert láttam, hogy lerakják, de hát most azon, aki átmegy és nem veszi észre. Hát nem tudom. Aha, ott van plusz 30 HP-t ad, aha, ja. Tehát mégiscsak heal-el. Mondjuk medikál, még alapból csak. Kézzel, én azt hittem, hogy föltölt. Mikor csak ad pluszba ilyen izét. És akkor most megint az lesz természetesen. De egyébként nem értem, hogy miért váltakoznak a módok. Oké, persze váltakozzon, de miért nincs olyan, hogy mondjuk van olyan szerv, ahol csak Blast van, de most igazából most figyeljétek meg, most vagy izé Battle Station lesz. Fighter Squadron. Ezen a pályán, úgyhogy mindjárt ezt hagyjuk is. Megint menjünk Blastra. Hát mindegy, én azt hittem, hogy jobb DLC lesz, de hát mindegy, így is úgyis Izivel, ugyan Izinek nincsen Season Pass-e dropzonozni, meg Valkyrie-re szoktunk, szerintem ezeknél nincs is jobb mód jelenleg. Mert nem rossz az a Death Star, tényleg szép, tehát tényleg gyönyörű. A fegyverekre meg ugye nagyon kíváncsi leszek, de ugye fegyvereket meg tudom osztani sima módba is, szóval akkor nagy baj nincsen. Nézzük. Nem, mi az, hogy nincs... Nem már, mi az, hogy még kell három, na mindegy. Nem baj. Ezt a kettőt jó, hát akkor átalakíjuk úgy ezt a második kezet, hogy visszarakjuk a jó kis... Hol van? Hol a hátizsákunk? Na, itt van-e? Jetpack. Impact Grenade. Tármán helyett meg visszarakom a Pulse Caront. Na gyerekek, akkor megint lehet nézni. Multiplayer. Jó, igen, skirmish. Nem jött sem. Nem jött. Tényleg ilyen misszió, vagy van egy túlélő? Nem, most jött. Ugyanazok vannak. Training. Igen, ugye ez a skirmish, ez nem is tudom mi költ be, azt hiszem, hogy a Bespinnél. Az a lényeg, hogy játszhatsz offline, itt lát Fighter Squadront, illetve Valkyrie összeútot, tehát botok ellen, te vagy egy barátoddal együtt,
egy oldalon játszhatok botok el, például itt tudom, kiválasztjuk ezt a alappályát, és akkor itt írja is, hogy solo partner coop vagy solo play, illetve hogy milyenek legyen a, milyen legyen a, az AI-nak a szintje. Úgyhogy aki, viszont egy nagy hátránya van, ugye ez annak jó, aki nem szeret PvP-zni, mert mondjuk kilövök minden, egyetlen nagy hátránya van, hogy nem ad semmit, se XP-t, se pénzt, úgyhogy... És nem a legjobb mód, akkor inkább menjünk sima módra, na jó, akkor keressünk izé Blastot. Az a poén, hogy ilyen van a Plants and Zombies-ban is, érted? Plants vs. Zombies Garden Warfare 2-ben is. Micsoda? Ott is van ilyen, hogy nem kapsz érte semmit, és ja, lehet akkor, a crazy dolgokat, mint például alacsony gravitáció, robbana, hogyha érint a lövedék, meg ilyenek. Hát elég érdekes. Alacsony gravitáció van, nagyon jó, amikor meglőnek, mert akkor elrepülsz. Igen. Nem tudsz lőni közben. Igen, nem rossz, de én azt mondom, hogy azért adhatna, nem? Mondjuk, ha figyelj, ha nem is... Hát, igazából az ad, de csak nagyon keveset. Hát igen, de itt meg semmit nem ad. Milyen fegyóval menjünk? Á, jó, ez a EE4, ez nagyon vagány egyébként. Mondjuk nem personálisít kéne hozzá, inkább... Ah, de mikor jártam volt itt variálni. Van ez explosive shot, ez. Na. Igen, ezért beraktam egy új izét. Most már nevet a karakterem. De most miért nincs hangja? Most már nem úgy lukizol, mint eddig? Ne, GG is a kids language, ha! Ugye, igaz. Igaz, amit a gyerek ír. Amúgy ez a deltás Draxlar, vagy ki, nem tudom, ez a barátom volt amúgy. Csak kitöröltem. Gyerekek, Rocket League, hát nem tudom. Nem tudom. Most egyelőre vissza akarok térni a jó öreg GTA 5-höz, mert azt nagyon várjátok. Gondolom a Siege-et is nagyon várjátok. Már vagy 3 hete nem játszottam a Siege-el az új update óta. Ugye most van az a muzzle is a fegyverek végén. Meg az Arma 3, ugye az sem most volt. Úgyhogy most ezt a 3 játékot akarom, mert most ezt akarja sok ember. Tehát persze ezt mond Rocket League is, persze egyértelmű. Csak a monitorom most már jöjjön vissza, mert már annyira hiányzik, hogy nem tudjátok ki. Hoppá, ez valami új map! Várj, vagy... Ez eddig is volt, csak itt nem voltam? Már volt. Ugyanaz a map, csak azért nézem, hogy kicsit itt másképp. Azt hittem, mondom, végre van egy másik map, hát nem. Csalódnom köllött. Hallod? Becsapodott mert az Impact Grenade és 100 HP-ben futkosott a gyerek. Hát ez már komolyan mondom. Hát ez már hihetetlen. Közepettem magam alá dobom egy hőgránátot, ami egyből 100-ra mi az jó gyét, akár egyről is. És 100 HP-val halok meg. Mert ugye nem adta be a játéknak, hogy én fölnyelődtem. Milyen apróságok vannak? Nulla kettestet. Nem, nekem kéne az a izé. Nekem kell az a cucc. Azért most próbálok mindenkit Impact Grenade-del kiszedni. Kína az a... Nézre ezt tudsz. Igazából csak azért megmutassam nektek, mert abszolút nem fogom használni. Nagyon... Ó, kettőt! Hú, de adja ez a E4. És persze, hogy nem adja be. Hát nincs oda. Ez az E4 gyerekek, ez... No, no, P. Nem igaz, hogy még két ilyen explosív kihíkél, azt nem tudom megölni őket. Ez se hal meg, hallod? Nem hal meg. Ott jön! Akkor csak irodalmi, hogy gyertek ide. Úgyhogy nem mindegy, hát... Az lesz ezzel a DLC-vel, hogy... Játszok kicsit, de olyan túltartalmasat nem hiszem, hogy fogok vele. Ott menjen, jönnek, meg fogok halni. Közéjük vágom az impactet, és marad 31, de ezt nem értem. Amúgy a nagy bug, amit ilyen tipikus IE bug, hogyha meghalsz, akkor utána az eszközeid nem ölnek. Ezt már észrevettem másnál is. Meg más ilyen IE-s játékban, hogyha meghalsz, szerintem nem akarja beadni a izét. PvZ-ben ezt kijavították.
Nem, ledobod és nem hal meg, érted? Tehát most is odavágom. Azt akkor mit tudom én. Szerencsére megcsinálták. PVZ-ben. Na, megvan. Tényleg ott nagyon fontos a halál után is jöjjön. Megvan. Nem annyira, de ott igen. Pedig le HP-ztem őket. Hát a gyerekek, ez exkluzív shuttle, ez az E4, ez... Na, assist. Megvan! Nem? Assist. Nincs meg az exkluzív, ez cucc. Most kéne bejönni a csapának, hogy ciao, wow, hogy tudom én. Master Key Streak, nagyon jó. Na, egyébként mindjárt bejön, figyelj. Most szerintem ez lesz itt a izé. Ne, mert a mellé dobtam. Mellé dobtam az impact-üvére. Nem tudom, még küzdök ezért a lézeres cuccia, mert szerintem szörnyű. Nem hiszem, hogy valaha is használni fogom, de... Legyen meg az a lényeg. Igen. Hát de mellé dobom azt! Jó, mondjuk nem is csodálom, hogy lenőrfölték az Impact Grenade-et, mert rengetegen használták az elém. Meg hát idegesítő volt, hogy mentél, és így jön számba a gyerek, és így rádob, és így... Meghalsz, ahogy meg itt jön mögöttünk. Jó. Magamra dobtam az Impact Grenade-et, izé. Már csak egy kell, ne, hogy én. Hát akkor nem mindig, akkor lesz még egy, izé. Lesz még egy kör. Győztünk. Micsoda? Star Wars, a Battlefront. Azt hittem, hogy Battlefront 2, mert írtam azt olvastam. Egyébként valami olyasit is rebesgetnek, hogy most 10 évre ír talán az EA a LucasArts-szal, hogy miért Battlefront 2 is lesz. De én azt nem értem, hogyha lesz, mit tesznek bele? Én egyébként azt tudom elképzelni, hogy nem a régi filmek... beszarás, hogy már csak egyke. Nem a régi filmek alapján, de jön megint Fighter Squadron, megint kilépünk. Nem a régi filmek alapján lesz, hanem az 1-2-3. Ugye ízé, és akkor benne lesznek azok a droidok, azok a... Tudjátok mik, ami az első három, mert most felesleges egy ugyanilyen játékot, ugyanilyen fegyverekkel, meg mindennel kiadni. Jó, nézzük. Már csak egy kell, egy ilyen explozív cuccos. Ja, ezt kifarmoljuk, aztán szerintem búcsúzunk. Hát gyerekek, csalódtam. Azért azt vártam, azért jobb lesz ez, de hát... Eddig az összes DLC-be csalódtál, úgy veszik. Hát a Bespinesbe azért... Nem, azért az jó volt az Outer Rim. Igaz, hogy azt mondtam rá, hogy tényleg lehetne több benne, de az nem volt annyira rossz. Jó, mondjuk ez olyan dolog, hogy lehetett volna az is jobb, aztán most... Blast? Jó, hogy ez a betöltő. Ja, jó. Ugyanaz a pálya, jó, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy... De várj, ez nem az a... Az az a pálya? De ugyanaz a pálya, meg gondoltam. Én már mindig azt hiszem, hogy valami újat kapunk, de nem. Szóval az a lényeg, hogy akkor azt mondtam, hogy ez milyen rossz DLC, hát gyerekek, ez a Death Star most ez azt mondta, hogy ez most még rosszabb. Tényleg ennyi mód, de hát játszol vele, tényleg egy kicsit ezt megunod. Úgyhogy, hát akkor gyerekek, marad majd a Valkrossz út, meg a Drop Zone. Igazából a DLC-ben az a jó, hogy van DLC is, fegyód, meg kártyáid. Amit én rendszeresen használok, mert ugye van a Scatter Gun, az át tudja lőni a personál shieldet, mondjuk Drop Zone-on nagyon jó. Tehát ott a Scatter Gun nagyon jó, ugye nem tudja leszedni, hogy oda megy. Mert ugye én átlövöm a pajzsát a Scatter Gun-nal, aztán mi jó még, ami DLC-s. Hát ugye a két bespines fegyver az nagyon jó, az Outer Rimből az a DL18, amit mutat,
hordtam, amit úgy használgattam. Meg hát ez a mostani két fegyver, meglátjuk, hogy jó lesz. Ez a kártya valami nem jön be nekem, ez a, se ez a hílelős robot, se ez a lézeres szusz, de mindig azért kihajtjuk. Szóval ebből a szempontból jó. Ugye egyszer, de mondjuk egy ilyen fegyveré fizetni ennyit, hát... Ki az, akinek ez megéri? Gyere ide, te manki! Ó, jönnek a lifttel, hallod? Jó napot kívánok! Bement a liftbe! Lebassoltam! Ne! Meghaltam. Elfeltettem, hogy izém van. Impact grenade-em. Majdnem meglett az is! 6-1! Jaj, már csak egy kell! Na. Durva ez a halálcsillag így belülről. Mondjuk én... nagyobbra építettem volna, de hát mindegy. Nem izi? Aha. Tehát végre ezek, nem tudják ezek, hogy kell ezért csinálni. Az hogy jött le ilyen hamar? Ezt még le is esek oda. Messzeségbe. Egyébként nem tudom, milyen partner startra nyomok, de mindegy. Na figyelj! Kimegyek, fölrepülök, és... És nem szedem ki izével, mi az már? Impact-tel. Igen, egyébként itt vigyázni kell, amit le lehet esni, szóval... Na, csak mászkálunk össze-vissza. Ó, csáv, hogy megállt itt, hallod? Meghalt. Mi az, hogy nem húz meg? Mi az, hogy kátyú? Hallod? Gyereknek le volt nullozva. Benyomtam a izét. A impactet is nem halt meg. 12-3 gyerekeket. Ez... De hogy nem igaz, hogy nem tudok ölni azzal a... Új, baj van. Nincs baj. Megvan! Megvan! Jó, azt nem láttátok, jó ezt a mellélövést. Egyébként itt tudnám farmolni a Heavy Blasterrel, ölni, itt van T21B. Mondjuk lehetne ezt farmolni. Hát így nem, hogy neki gyorsabb fegyója van, de... Tényleg ez a T21B, ez lő, én nyomom. Ah, hogy lő, aha. Azt hittem, hogy nyomkodni kő. Hallod, izé? Mondom, eldom az Impact grenade-et, és tudod, mi történt? Elém állt a társam, és meghaltam. Az igen. De nem igaz, hogy csak asszisztolok. Hogy mindenki izévet, hogy a T21B-vel gondolom farmolja ő is az izét. Fegyókat. Egy megvan. Kettő megvan. Ó, majdnem a harmadik is. Nem baj, ezt kifarmolom, aztán jövő héten megint tolunk egy live-ot. Battlefrontból, és akkor megnézzük ezt a két fegyvert, mert igazából én engem mindegy, egyszerűen mindig a fegyverek érdekelnek, mert most ez a mód pályák, mondjuk persze az is. De azért valljuk be, hogy ez a fegyverek azért csak... Csak jobban érdekli az embert. Megvan. Hú, hát T21B-be úgy lehet aprítani, hallod? Jó, hát ennyire azért nem, mert lelőnek, de... Partner start. De ezek a hangok. Na, gyorsan, 9 kill count, meg lesz. Mi? Valami zavarja azért térképünket, látjátok? Ez milyen skill, vagy ez hogy? Megint valami zavarja, ha. Assist, GG.
Na, 63-as rang meg is van. 18-9-es stat. Na hát, szerintem itt Blaston fogom farmolni majd a T21B-t. Hello Tomó, na hát itt van velünk Starkiller Benny is, üdvözletem. És pont most így a végére beérkeztél. Úgyhogy, hát gyerekek, akkor marad a... Meg ezek a kinézetek még jók, tehát ezeket érdemes ugye ezért szintezni. Battle Station, ki hitte volna, hogy ez lesz. Jó van gyerekek, hát szerintem elköszönünk. Ja igen, itt a cucc, amit ugye most megkaptunk, nézzük meg. Ez a lézeres cuccos. Azt mondja, hogy 5 explozív, igen, és akkor lézer, egy 5 embert ki meg kell ölni vele. Hát, én ezeket nem fogom megcsinálni. Így megcsináltam őket, csak hogy majd megmutassam nektek. De szerintem ezek felesleges kártyák, tehát... Én azt mondom, mindjárt meg is tudom nektek, hogy melyik jó a kombó. Mondjuk ez a Night Sniper, meg ez a DH-17. És a kártyák közül mondjuk a Valkyrie, ez a Pulse Cannon Jam Pack, és ő Personal Shield. A másik pedig ugyanez, csak annyi, hogy középen explosív shot van. Tehát igazából szerintem a Pulse Cannon nagyon jó, közelre, távolra nagyon-nagyon jó, ugye egy lövés, egy halál, ugye közelre is, ugye van célzókája, lehet úgymond no-scope-ba lőni az ellenfeleket. A Jam Pack az tényleg kihagyhatatlan, amikor jön egy Orbital Strike, kimenni gyorsan belőle, hamarabb odaérni egy bizonyos dologhoz, hogy te csinálhass meg, vagy fölves esetleg valamit. Ugye a Shield az meg ugye akkor jó, hogyha mondjuk imperiálként ugye az uplinket úgy leszed, és ezáltal ugye megakadályozott, hogy körbe menjen, azért nagyon jó, meg dropzonon, tehát dropzonon personal shield, az szinte mindenki azt használja. Ez az explosive shot, ez meg tényleg akkor jó, hogyha van egy kis pisztolyod, ami keveset sebez, de gyorsan lőtt, ez nagyon fontos, mert mondjuk DL-44-hez, meg ez a Night Sniperhez nem olyan jó, mert ez ugye alapból is sokat sebez, meg nem valami gyors, tehát igazából ez, szerintem ez a két legjobb kártya. Meg amit szoktam még használni egy dropzonon, ugye azt ne felejtsük el, hogy még itt, ugye itt van ez a Scatter Gun, amit, igen, ugye itt van, ami jó, ugye, hogy átlövi a shieldet, de hát igen, a kártyáknál, itt a trétnél, itt meg, igen, ez a Servalis nagyon jó, ugye ez az új Escape Artist is nagyon jó. Ezeket szoktam igazából. Meg hát régen volt ez a Bounty Hunter trait kártya, és ugye annak az a lényeg, hogyha föltöltötted 3-asra, akkor automatikusan minden kártyád újra töltődött egyből. És ugye sokszor csináltam azt ugye, hogy volt a Bowcaster, VS, Jam Pack kombó, kinyomtam level 3-asra, fölugrottam, kiszedtem egy embert bóval, ugye megint föltött a kártya, megint fölugrottam, megint egy embert bóval, és ezt ugye, és akkor utána jött egy olyan cucc, hogy level 3-on a kártyáidnak csak a 75%-áig tölt fel egyből, tehát várni kell egy picit, nem az, hogy akkor én össze-vissza ugrálgatok, és akkor bóval kiszedek mindenkit. De aki játszott a játék, az tudja, hogy miről beszélek egyébként. Voltak ilyen dolgok, úgyhogy gyerekek, hát nem tudom, én tényleg csalódtam most így, én azt hittem, hogy tényleg lesz több ilyen mód, és akkor ugye irfantrizni is lehet, de azért valljuk be gyerekeket, ez semmi. Tehát oké, van Fighter Squadron, tök izgalmas, Battle Station, tök izgalmas, meg van egy Blast, ahol csak mész, azt lősz, tehát nem tudom. Hát gyerekek, ez most így sikerült, azért reméljük, hogy lesz még azért jó Battlefront DLC, ami ugye még így év végén várható, abba reménykedjünk egyébként. Úgyhogy gyerekek, én megköszönöm, hogy itt voltatok, így kedden este. Köszönöm, hogy itt voltatok cseten, és remélem, hogy azért jól be tudtam nektek mutatni ezt a DLC-t, ami szerintem nektek is, akinek van Season Pass-e, és játszottam, azt tudja, hogy tényleg szerintem ez most kicsit olyan rossz DLC-je, de hát gyerekek, tényleg lehet a következő jobb lesz, ez most így sikerült, úgyhogy gyerekek, tényleg köszönjük szépen a figyelmet, tényleg köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, jó éjszakát, és ha minden jól megy, akkor pénteken Arma 3-mal jelentkezünk, sziasztok, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!